A királyok első könyve. Első rész. Adóniá királyságra tör. Amikor Dávid élemedett korú öregember lett, hiába takargatták be ruhákkal, nem tudott felmelegedni. Akkor ezt mondták neki udvari emberei. Keresni kell urunknak a királynak egy fiatal szüzet, hogy a király szolgálatára álljon, és ápolja őt. Ha ez a karjaidban fekszik, akkor majd fölmelegszel, uram királyom. Keresni kezdtek tehát Izrael egész területén egy szép leányt. Így találtak rá a súnémi Abiságra, és bevitték a királyhoz. Ez a leány igen szép volt, ő ápolta a királyt, és ő viselte gondját, de a király nem élt vele. Adóniá, Haggit fia, elbizakodottan ezt mondta. Én leszek a király. És szerzett magának harci kocsikat, lovasokat, és 50 férfit, akik előtte futottak. Apja azonban soha életében nem vetette a szemére, hogy miért tesz ilyet. Absalon után szülte őt anyja, és ő is igen szép ember volt. Tárgyalt Joábbal, Ceruja fiával, és Ebiátár pappal. Ezek segítették Adóniát, és vele tartottak. Viszont Cádók pap, Benája, Jójádá fia, Nátán próféta, Simi és Réi, meg Dávid vitézei nem támogatták Adóniát. Egyszer Adóniá juhokból, marhákból és hízlalt borjukból áldozati lakomát rendezett a Zóhelet kőnél, a Rógél forrás mellett, és meghívta minden testvérét, a királyfiait, meg a király szolgálatában álló összes júdait. Nem hívta meg viszont Nátán prófétát, Benáját, a vitézeket meg a testvérét, Salamont sem. Dávid Salamont teszi királyjá. Akkor ezt mondta Nátán Becsabénak, Salamon anyjának. Nem hallottad, hogy Adóniá Haggit fia lett a király, úgy, hogy urunk Dávid nem is tud róla. Gyere hát, hallgass meg a tanácsomat, hogyan mesd meg életedet és fiadnak Salamonnak az életét. Eredj, menj be Dávid királyhoz, és mondd ezt neki. Uram királyom, te megesküdtél szolgáló leányodnak, a te fiad Salamon lesz utánam a király, és ő fog a trónomra ülni. Miért lett akkor Adóniá a király? Amíg te a királlyal beszélsz, én is bemegyek utánad, és megerősítem szavaidat. Becsabé be is ment a királyhoz a belső szobába, ahol a súnémi Abiság viselte gondját a megvénült királynak. Becsabé meghajolt, és leborult a király előtt, a király pedig ezt kérdezte, mit kívánsz? Az így felelt neki. Uram, te megesküdtél szolgáló leányodnak az Úrra, a te istenedre, a te fiad, Salamon lesz utánam a király, ő fog a trónomra ülni. Most mégis Adóniá lett a király, te pedig, uram királyom, még csak nem is tudsz róla. Mert bikákból, hízlalt borjakból és juhokból gazdag áldozati lakomát rendezett, és meghívta rá a király valamennyi fiát, Ebiátár papot és Jóábot, a hadsereg parancsnokát, csak szolgádat, Salamont nem hívta meg. Most azért, uram királyom, rajtad van egész Izrael szeme, neked kell kihirdetned, hogy ki ül utánad a trónra, uram királyom. Mert ha majd őseidhez térsz pihenni, uram királyom, akkor engem és fiamat Salamont lázadóknak fognak tekinteni. Még beszélt a királlyal, amikor megérkezett Nátán próféta. Jelentették a királynak, itt van Nátán próféta. Erre ő bement a király elé, és arccal a földre borult a király előtt. Ezt mondta Nátán. Uram királyom, te mondtad azt, hogy Adóniá lesz utánad a király, és ő fog a trónodra ülni? Mert ő ma elment és bikákból, hízlalt borjakból és juhokból gazdag áldozati lakomát rendezett. Meghívta a király valamennyi fiát, a hadsereg parancsnokát, meg Ebiátár papot, és ezek most vele esznek isznak, és ezt kiáltozzák. Éljen Adóniá király! De engem, a te szolgádat, nem hívott meg, sem Cádók papot, sem Benáját, Jójádá fiát, sem szolgádat Salamont. Ha az én uramtól, a királytól való ez az intézkedés, akkor miért nem tudattad szolgáiddal, hogy ki ül a trónra utánad, uram királyom? Dávid király erre így válaszolt. Hívjátok ide Becsabét. Ő bement a királyhoz, és megállt a király előtt. Akkor a király megesküdött, és ezt mondta. Az élő Úrra mondom, aki megváltott engem minden nyomorúságból,
hogy amiképp megesküdtem neked az Úrra, Izrael istenére, hogy a te fiad Salamon lesz utánam a király, és ő ül a trónomra, úgy azt meg is cselekszem még a mai napon. Erre Betsabé arccal a földig hajolva leborult a király előtt, és ezt mondta. Örökké éljen az én uram, Dávid király! Azután ezt mondta Dávid király. Hívjátok ide Cádók papot, Nátán prófétát és Benáját, Jójádá fiát. Ezek be is mentek a király elé. A király ezt mondta nekik. Vegyétek magatok mellé uratok embereit. Ültessétek fiamat Salamont az én összvéremre, és vezessétek le a Gihonhoz. Cádók pap és Nátán próféta kenje ott fel Izrael királyává, azután fújjátok meg a kürtöt, és kiáltsátok, éljen Salamon király! Azután vonuljatok fel mögötte, ő pedig jöjjön ide, üljön a trónomra, és ő legyen helyettem a király, mert azt parancsoltam, hogy ő legyen Izrael és Júda fejedelme. Akkor Benájá, Jójádá fia válaszolt a királynak. Az Úr, az én uramnak, királyomnak Istene mondja áment rá. Ahogyan vele volt az Úr az én urammal, királyommal, úgy legyen Salamonnal is, és tegye nagyobbá trónját, még az én uramnak, Dávid királynak a trónjánál is. Salamont királlyá kenik. Elment tehát Cádók pap, Nátán próféta és Benájá, Jójádá fia, meg a kerétiek és a pelétiek, Salamont, Dávid király összvérére ültették, és levezették a Gihonhoz. Cádók pap pedig kihozta a sátorból az olajos szarut, és fölkente Salamont. Majd megfújták a kürtöt, és az egész nép ezt kiáltozta. Éljen Salamon király! Azután fölvonult mögötte az egész nép, sípokkal sípoltak, és olyan lelkesen újjongtak, hogy majd meghasadt a föld a kiáltozásuktól. Adonnéjá párthívei szétszéleznek. Meghallotta ezt Adonnéjá, és a nála levő meghívottak mind, amikor a lakoma végén jártak. Jóáb is meghallotta a kürtszót, és ezt kérdezte. Miért van ilyen nagy zaj a városban? Még beszélt, amikor megérkezett Jónátán, Ebjátár pap fia. Adonnéjá ezt mondta. Jöjj be, te derékember vagy, és biztosan jó hírt hozol. Jónátán így válaszolt Adonnéjának. Nem, mert a mi urunk, Dávid király, Salamon tette királlyá. Elküldte vele a király Cádók papot, Nátán prófétát és Benáját, Jójádá fiát, meg a kerétieket és a pelétieket, őt pedig felültették a király összvérére, majd Cádók pap Nátán prófétával együtt királlyá kente őt a Gihonnál. Onnan vonultak föl, örvendezve, ezért zajos a város, ennek a hangját hallottátok. Salamon már ott is ül a királyi trónon, sőt, a király udvari emberei is odamentek, és így áldják urunkat, Dávid királyt. Szerezzen Istened Salamonnak még nagyobb hírnevet, mint a tiéd, és tegye az ő trónját még a te trónodnál is nagyobbá. A király mélyen meghajolt a fekvőhelyén, majd még ezt is mondta a király. Áldott az Úr Izrael Istene, aki megadta nekem a mai napon, hogy szemem láttára ült utódom a trónra. Ekkor megrémülve fölkelt Adonnéjá összes meghívottja, és elsiettek mindnyájan, amerre láttak. Adonnéjá kegyelmet kap. Adonnéjá azonban félt Salamontól, ezért elment, és megragadta az oltárszarvait. Jelentették Salamonnak, hogy Adonnéjá fél Salamon királytól, ezért megragadta az oltárszarvait, és ezt mondta. Esküdjék meg nekem most, Salamon király, hogy nem öli meg fegyverrel a szolgáját. Erre így szólt Salamon. Ha derékembernek bizonyul, haja szála sem fog meggörbülni, de ha valami rosszat tesz, akkor meg kell halnia. Ekkor érteküldött Salamon király, és elhozták az oltártól, ő pedig, amint megérkezett, leborult Salamon király előtt. Salamon ezt mondta neki. Eredj haza! A királyok első könyve, második rész. Dávid utolsó intelmei Salamonhoz. Amikor közeledett Dávid halálának az ideje, ezeket hagyta meg fiának, Salamonnak. Én most elmegyek azon az úton, amelyen minden földi halandó elmegy. Légy erős, légy férfi. Tartsd meg, amit elrendelt Istened az Úr.
járj az ő útján, tartsd meg rendelkezéseit, parancsolatait, törvényeit és intelmeit, ahogyan megvannak írva Mózes törvényében. Akkor boldogulsz mindenben, amit teszel, és mindenütt, amerre fordulsz. Akkor beteljesíti az Úr a nekem adott ígéretét, amikor ezt mondta. Ha vigyáznak fiaid útjukra, és álhatatosan előttem járnak teljes szívvel és teljes lélekkel, akkor nem vesznek ki utódaid Izrael trónjáról. Te is tudod, mit követett el ellenem Jóáb, Ceruljá fia, mit tett Izrael két hadsereg parancsnokával, Abnérral, Nér fiával és Amászával, Jeter fiával, amikor meggyilkolta őket. Mert úgy ontott vért béke idején, mintha háború lett volna, és úgy mocskolta be vérrel derekaövét és lábasaruját, mintha háború lett volna. Bánj vele bölcsességet szerint, és ne engedd, hogy békességben megőszülve jusson a holtak hazájába. De a gileádi Barzillai fiaival bánj szeretettel. Legyenek azok között, akik asztalodnál étkeznek, mert ők is mellém álltak, amikor testvéred Absalon elől menekültem. Itt van még melletted a benyámini Simi, Gírafia Bahúrimból, aki gyalázatosan szidalmazott, amikor Mahanaimba mentem. Ő ugyan elém jött a Jordánhoz, ezért megesküdtem az Úrra, hogy nem öletem meg fegyverrel. Te azonban ne hagyd őt büntetlenül. Bölcsember vagy, tudod, mit kell tenned, hogy ősz fejét vérbe borítva juttasd a holtak hazájába. Dávid halála, Adoniá kérése. Azután pihenni tér Dávid őseihez, és eltemették Dávid városában. Dávid 40 évig uralkodott Izraelben. Hebronban uralkodott 7 évig, Jeruzsálemben pedig 33 évig uralkodott. Azután Salamon ült apjának, Dávidnak a trónjára, és uralma nagyon megerősödött. Adoniá, Haggit fia, egyszer megjelent Betsabénál, Salamon anyjánál, aki megkérdezte. Békés szándékkal jössze. Ő így felelt. Békés szándékkal. Majd ezt mondta. Beszédem volna veled. Ő így felelt. Beszélj. Adoniá ezt mondta. Te is tudod, hogy nekem járt volna a királyság, és már egész Izrael engem tekintett királyának. De aztán úgy alakultak a dolgok, hogy a testvéremé lett a királyság, mert neki adta az Úr. Most azért, hogy kéréssel fordulok hozzád, ne utasíts el. Betsabé így válaszolt. Beszélj. Ő erre így folytatta. Kérlek, mondd meg Salamon királynak, téged biztosan nem utasít el, hogy adja nekem feleségül a súnémi Abiságot. Betsabé azt felelte. Jó, majd beszélek érdekedben a királlyal. El is ment Betsabé Salamon királyhoz, hogy beszéljen vele Adoniá érdekében. A király elébe ment, meghajolt előtte, majd a trónjára ült, és hozatott egy széket az anyakirálynőnek, aki a jobbjára ült. Akkor Betsabé ezt mondta. Egy apró kéréssel fordulok hozzád, ne utasíts el. A király így felelt neki. Mondd csak el a kérésedet, anyám, nem foglak elutasítani. Erre ő ezt mondta. Hadd kapja meg feleségül testvéred, Adoniá súnémi Abiságot. Salamon király így válaszolt anyjának. Miért csak a súnémi Abiságot kéred Adoniának? Kérd neki mindjárt a királyságot is, hiszen a bátyám ő. Legyen csak az övé, meg Ebjátár papi, és Jóábé, Ceruljá fiáé. Akkor megesküdött Salamon király az Úrra, úgy segítsen engem Isten most és ezután is, hogy ez az életébe kerül Adóniának. Most azért az élő Úrra mondom, aki engem ide helyezett, és apámnak, Dávidnak a trónjára ültetett, és aki ígérete szerint uralkodóházat alapított nekem, hogy meg kell halnia Adóniának még ma. Elküldte azért Salamon király Benáját, Jójádá fiát, aki leterítette őt úgy, hogy meghalt. Ebjátár papot száműzik, Jóábot megölik. Ebjátár papnak pedig ezt parancsolta a király. Menj Anátódba, a földbirtokodra, különben halálfia vagy. Nem akarlak ma téged is megöletni, mivel te hordoztad az én uramnak az Úrnak a ládáját, apám Dávid előtt, és együtt szenvedted el mindazt, amit apám elszenvedett. Így űzte el Salamon Ebjátárt,
nem lehetett többé az úrpapja. Ezzel beteljesedett az úr igéje, amelyet Éli házáról mondott Sílóban. Eljutott ennek a híre Jóábhoz, Jóáb ugyanis Adoniához csatlakozott, bár azelőtt Abszalomhoz nem csatlakozott. Ezért bemenekült Jóáb az úr sátrába, és megragadta az oltár szarvait. Amikor jelentették Salamon királynak, hogy Jóáb az úr sátrához menekült, és ott áll az oltár mellett, elküldte Salamon Benáját, Jójádá fiát ezzel a parancsal: eredj és öld meg őt. Benájá el is ment az úr sátrához, és ezt mondta Jóábnak: a király azt parancsolja, hogy gyere ki. Ő azonban így felelt: nem megyek, itt akarok meghalni. Benájá jelentette a királynak, hogy mit beszélt Jóáb, és mit felelt neki. Erre azt mondta neki a király: tedd meg, amit kíván, öld meg, és temesd el. Így hárítod el rólam és apám házáról a Jóáb által ok nélkül kiontott vért. Csak őt fogja hibáztatni érte az úr, hiszen megölt két magánál igazabb és derekabb embert. Fegyverrel gyilkolta meg őket apámnak, Dávidnak a tudta nélkül, Abnért, Nér fiát, Izrael hadseregparancsnokát, és Amászát, Jeter fiát, Júda hadseregparancsnokát. Szálljon kiontott vérük Jóáb és utódai fejére mindörökre. Dávidnak és utódainak, házának és trónjának pedig adjon az úr békét örökre. Elment tehát Benájá, Jójádá fia, rátámadt Jóábra, és megölte. Hazájában a pusztában temették el. Helyette a király Benáját, Jójádá fiát állította a hadsereg élére, Ebjátár helyére pedig Cádók papot állította a király. Simi halála. Majd elküldött a király, hivatta Simit, és ezt mondta neki: építs magadnak házat Jeruzsálemben, és lakj ott, de nem mehetsz el onnan sehová. Mert tudd meg, hogyha elmégy, és átléped a Kidrón patakot, meg fogsz halni, és abban csak is te leszel a hibás. Simi ezt felelte a királynak: jól van. Úgy cselekszik szolgád, ahogyan parancsolja az én uram királyom. Jó ideig nem is hagyta el Simi Jeruzsálemet. 3 év múlva azonban Siminek 2 rabszolgája elszökött Ákishoz, Malká fiához, Gád királyához. Siminek hírül hozták, hogy a rabszolgái Gádban vannak. Elindult tehát Simi, fölnyergelte a Szamarát, és elment Gádba Ákishoz, hogy megkeresse a rabszolgáit. Elment Simi, és visszahozta a rabszolgáit Gádból. Jelentették azonban Salamonnak, hogy Simi elment Jeruzsálemből Gádba, és vissza is tért. Ekkor hivatta a király Simit, és ezt mondta neki: hát nem eskedtelek meg téged az úrra, és nem figyelmeztettelek, hogyha elmégy, és bárhová távozol, tudd meg, hogy meg kell halnod. Te azt felelted nekem: jól van, engedelmeskedem. Miért nem tartottad meg az úrra tett esküt és a parancsot, amelyet én adtam neked? Majd ezt mondta a király Siminek: tudod te, hisz emlékszel te is mindarra a rosszra, amit apámmal, Dáviddal szemben elkövettél. Most majd megfizet neked az úr a gonoszságodért. Salamon király pedig áldott lesz, és Dávid trónja erősen fog állni az úr előtt örökké. Majd parancsot adott a király Benájának, Jójádá fiának, az pedig kiment, leterítette Simit, és az meghalt. És megerősödött a királyi hatalom Salamon kezében. A királyok első könyve, 3. rész. Salamon bölcsességet kér az úrtól. Salamon veje lett a fáraónak, Egyiptom királyának, mert elvette a fáraó leányát. Dávid városába vitte, míg be nem fejezte palotájának, az úrházának és a Jeruzsálemet körülvevő várfalnak az építését. A nép akkor még az áldozóhalmokon áldozott, mert addig még nem építettek házat az úr nevének. Salamon szerette ugyan az urat, és apjának, Dávidnak a rendelkezései szerint élt, de ő is az áldozóhalmokon mutatott be áldozatot. A király Gibeonba szokott elmenni, hogy ott áldozzék, mert ez volt a legnagyobb áldozóhalom. Egyszer 1000 égő áldozatot mutatott be Salamon azon az oltáron. Akkor éjjel megjelent Gibeonban az úr Salamonnak álmában, és ezt mondta Isten:
Kérj valamit, én megadom neked. Salamon ezt felelte. Te nagy szeretettel bántál szolgáddal, Dáviddal, az én apámmal, ahogyan ő is hűségesen, igazán és egyenes szívvel élt előtted. Ezt a nagy szeretetet megtartottad iránta, és fiút adtál neki, aki a trónján ül ma is. Most pedig, Uram Istenem, apám Dávid után királlyá tetted a te szolgádat. De én még egészen fiatal vagyok, nem értek a kormányzáshoz. És a te szolgád választott népet között van, amely olyan nagy nép, hogy meg sem lehet számolni, nem lehet számba venni sokasága miatt. Adj azért a te szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között. Ki tudná különben kormányozni a te nagy népedet? Tetszett az úrnak, hogy ezt kérte Salamon, azért ezt mondta neki Isten. Mivel ezt kérted, és nem kértél magadnak hosszú életet, nem kértél gazdagságot, és nem kérted ellenségeid életét, hanem értelmet kértél, hogy törvényemnek engedelmes kedve tudj kormányozni, ezért teljesítem kérésedet. Olyan bölcs és értelmes szívet adok neked, hogy hozzád fogható nem volt előtted, és nem támad utánad sem. Sőt, azt is megadom neked, amit nem kértél. Olyan gazdagságot és dicsőséget is adok egész életedben, hogy nem lesz hozzád fogható senki a királyok között. Ha az én utaimon jársz, és megtartod rendelkezéseimet és parancsolataimat, ahogyan apád, Dávid tette, akkor hosszú életet adok neked. Azután fölébredt Salamon, és látta, hogy álmodott. Amikor visszament Jeruzsálembe, odaállt az Úr szövetségládája elé, és égő áldozatokat mutatott be, béke áldozatokat készített, és udvari embereinek lakomát rendezett. Salamon bölcs ítélete. Abban az időben elment két parázna nő a királyhoz, és elébe járult. Az egyik nő ezt mondta: kérlek, uram, én ezzel a nővel egyházban lakom, és én ott szültem nála abban a házban. Három nappal azután, hogy szültem, ez a nő is megszült. Csak magunk voltunk a házban, nem volt velünk senki idegen, kettőnkön kívül senki sem volt a házban. De egy éjjel meghalt ennek a nőnek a fia, mert ráfeküdt. Fölkelt erre éjfélkor, elvettem előlem a fiamat, amíg a te szolgáló leányod aludt, és a keblére fektette, az ő halott fiát pedig az én keblemre fektette. Amikor reggel fölkeltem, hogy megszoptassam a fiamat, láttam, hogy halott. De amikor reggel jól megnéztem, kiderült, hogy nem az a fiú volt, akit én szültem. Ekkor a másik nő ezt mondta: nem úgy van. Az én fiam él, a te fiad az, aki meghalt. Amaz viszont ezt mondta: nem igaz, a te fiad halt meg, és az én fiam az, aki él. Így vitatkoztak a király előtt. Akkor ezt mondta a király: ez azt állítja, az én fiam él, a te fiad halt meg. Amaz meg ezt mondja: nem igaz, a te fiad halt meg, és az én fiam az, aki él. Hozzatok hát ide egy kardot, mondta a király. Oda is hoztak egy kardot a királynak, a király pedig megparancsolta: vágjátok ketté az élő gyermeket, és adjátok oda egyik felét az egyiknek, másik felét a másiknak. Ekkor azt mondta az élő gyermek anyja a királynak, mivel megesett a szíve a fián: kérlek, uram, adjátok neki inkább az élő gyermeket, csak meg ne öljétek. A másik azonban ezt mondta: ne legyen se az enyém, se a tiéd, vágjátok ketté. Ekkor megszólalt a király, és ezt mondta: adjátok annak az élő gyermeket, és ne öljétek meg, mert ő az anyja. Egész Izrael meghallotta ezt az ítéletet, amelyet a király hozott, és félelemmel tekintettek a királyra, mert látták, hogy isteni bölcsesség van benne, és azzal szolgáltat igazságot. A királyok első könyve, negyedik rész. Salamon tisztviselői. Salamon király egész Izrael királya volt. Legfőbb tisztviselői ezek voltak: Azarjá, Cáduk fia volt a főpap, Elihóref és Ahijá, Sisá fiai a kancellárok, Jósáfát, Ahilút fia pedig a főtanácsadó. Benájá, Jójádá fia állt a hadsereg élén, Cáduk és Ebjátár pedig papok voltak. Azarjá, Nátán fia állt a helytartók élén, Zábút pap,
Nátán fia volt a király bizalmasa, Ahisár volt a háznagy, Adónírám, Abdál fia pedig a kényszermunkák felügyelője. Salamon egész Izrael fölé 12 helytartót helyezett. Ők látták el a királyt és udvarát. Mindegyiknek az esztendő egy hónapjában kellett az ellátásról gondoskodnia. Név szerint ezek voltak. Hur fia Efraim hegyvidékén, Deker fia Mákacban, Salbimban, Bétsemesben, Élomban és Béthánámban. Heszed fia Arubbódban, hozzátartozott Szókú és Héfer egész vidéke. Abinádáb fiájé volt Dór egész domvidéke. Az ő felesége lett Salamon leánya, Táfat. Balnához, Ahilút fiához tartozott annak, Megiddó és egész Bétseán, amely Cáretán mellett van, Jezréel alatt, és Bétseántól egész Ábel-Meholáig, sőt, Jókmoámon túl is. Geber fia a gileádi Rámódban volt helytartó. Hozzátartoztak Jáírnak, Manassé fiának sátorfalvai Gileádban, továbbá Argúb körzete Básánban, 60 nagy, várfallal és értzárakkal megerősített város. Ahinádáb, Iddó fia, Mahanaimban, Ahimmaac pedig Naftáliban kormányzott. Ő is Salamon egyik leányát, Boszmatot vette feleségül. Baaná, Húsaj fia Ásérban és Álódban, Jósáfát, Páruach fia Issakárban, Simi, Élá fia Benyáminban kormányzott, Geber, Úri fia pedig Gileád földjén, amely Szihonnak, az Emória királyának és Ógnak, Básán királyának az országa volt. Azon kívül volt egy országos helytartó is. Júdának és Izraelnek sok lakója volt, olyan sok, mint a tengerpartján a homok. Ettek és ittak, boldogok voltak. A királyok első könyve, 5. rész. Salamon fényes udvartartása és hírneve. Salamon uralkodott mindazokon az országokon, amelyek az Eufrátesztől a filiszteusok földjéig és az egyiptomi határig terültek el. Ezek adót fizettek és szolgáltak Salamonnak egész életében. Salamon udvarának ennyi élelemre volt szüksége naponként. 30 kor finom lisztre és 60 kor kenyérlisztre, 10 hízlalt marhára, 20 legelőn tartott marhára és 100 juhra, a szarvasokon, gazellákon, őzeken és hízlalt szárnyasokon kívül. Mivel ő uralkodott mindenütt az Eufráteszen innen, Tifszaktól Gázáig, minden királyon az Eufráteszen innen, ezért mindenfelől békesség volt körülötte. Júda és Izrael biztonságban lakott, kiki a maga szőlője és fügefája alatt, Dántól Beérsebáig, Salamon egész életében. Salamonnak volt 4000 harci kocsihoz való lova az istállókban, és volt 12000 embere a kocsikra. A helytartók, kiki a maga hónapjában, ellátták Salamon királyt, és mindazokat, akik Salamon király asztalához jártak. Nem volt hiány semmiben. Árpát és szalmát is szállított mindegyik a lovak és paripák számára arra a helyre, ahová kellett, előírás szerint. Isten igen nagy bölcsességet és értelmet adott Salamonnak. Olyan sok bölcs gondolata volt, mint a tengerpartján a homok. Nagyobb volt Salamon bölcsessége az összes keleten lakó ember bölcsességénél, és az egyiptomiak minden bölcsességénél. Bölcsebb volt Salamon minden embernél, míg az ezráhi Étánnál, Hímánnál, Kalkolnál és Dardánál, Máhol fiainál is, úgyhogy nagy hírnévre tett szert mindenütt a környező népek körében. 3000 példabeszédet mondott, és 1005 éneket szerzett. Beszélt a fákról, a libánoni cédrustól kezdve a falból kinövő izsópig, és beszélt az állatokról, a madarakról, a csúszómászókról és a halakról. Jöttek is az emberek minden nép közül, hogy hallgassák Salamon bölcsességét, sőt, a föld királyai közül is mindazok, akik hallottak bölcsességéről. Salamon szövetséget köt Hírámmal. Hírám, Tírusz királya, elküldte szolgáit Salamonhoz, amikor meghallotta, hogy őt kenték fel királyjá apja után, mert Hírám mindig szerette Dávidot. Salamon pedig ezt üzente Hírámnak. Te tudod, hogy apám Dávid nem építhetett házat Istene az Úr nevének,
mert háborúskodnia kellett mindenfelé, míg az Úr lábai alá nem vetette ellenségeit. De most az Úr, az én Istenem nyugalmat adott nekem mindenfelől, nem fenyeget sem ellenség, sem veszedelem. Én tehát azt gondoltam, hogy házat építek Istenem az Úr nevének, ahogyan az Úr apámnak, Dávidnak megmondta. A te fiad, akit utánad helyezek a trónra, az épít majd nevemnek házat. Most azért parancsold meg, hogy vágjanak ki cédrusfákat a Libánonon. Az én szolgáim együtt lesznek a te szolgáiddal, és annyi bért adok szolgáidnak, amennyit csak kívánsz. Jól tudod, hogy mi köztünk senki sem ért úgy a favágáshoz, mint a szidóniak. Amikor Hírám meghallotta Salamon üzenetét, nagyon megörült, és ezt mondta. Áldott legyen ma az Úr, mert bölcs fiat adott Dávidnak, e nagy nép élére. És Hírám ezt az üzenetet küldte Salamonnak. Meghallgattam, amit üzentél nekem. Teljesítem mind a cédrusfákra, mind a ciprusfákra vonatkozó minden kívánságodat. Szolgáim leszállítják a Libánonról a tengerre, én pedig tutajokká kapcsoltatom össze azokat, és levitetem a tengeren arra a helyre, amelyet megüzensz nekem. Ott szétszedetem azokat, te pedig vitesd el. Te viszont teljesítsd az én kívánságomat, és adj élelmet házam népének. Adott tehát Hírám Salamonnak cédrus és ciprusfát, amennyit csak kívánt. Salamon pedig adott Hírámnak házanépe ellátására 20 000 kor búzát és 20 000 kor sajtolt olajat. Ezt adta Salamon Hírámnak évről évre. Az Úr tehát bölcsességet adott Salamonnak, ahogyan megígérte neki. Békességben élt Hírám Salamonnal, és szövetséget kötöttek egymással. Salamon király kényszermunkásokat küldött föl egész Izraelből, 30 000 ember lett a kényszermunkása. Ezeket felváltva küldte a Libánonra, havonként 10 000 embert, egy hónapig a Libánonon voltak, 2 hónapig pedig otthon. A kényszermunkások felügyelője Adónírám volt. Salamonnak volt 70 000 teherhordója, és 80 000 kőfejtője is a hegységben. Salamonnak a munkavezetőin kívül, akik a munkát irányították, 3 300 felügyelője is volt, akik a munkát végeztették a néppel. A király parancsára nagy és értékes kőtömböket fejtettek, mert faragott kövekből akarták lerakni a templom alapjait. Ezeket Salamon és Hírám építő munkásai, meg a gebáliak faragták méretre. Így készítették elő a gerendákat, meg a köveket a templom építéséhez. A királyok első könyve, 6. rész. Felépítik a jeruzsálemi templomot. 480 évvel azután, hogy Izrael fiai kijöttek Egyiptomból, amikor Salamon már 4. éve uralkodott Izraelben, Zív hónapban, azaz a 2. hónapban kezdték el építeni az Úr templomát. Az a templom, amelyet Salamon király épített az Úrnak, 60 könyök hosszú, 20 könyök széles és 30 könyök magas volt. A templomépület előcsarnoka 20 könyök hosszú volt, a templom szélességének megfelelően, szélessége pedig 10 könyök volt a templom előtt. Készítetett a templomra ablakokat is, kőkerettel és ráccsal. A templom falaihoz körös körül oldalszárnyakat építetett, körös körül a templom falain, a szentélynél és a szentek szentjénél is, körös körül oldalkamrákat csináltatott. Az oldalszárny szélessége legalul 5 könyök, középen a szélessége 6 könyök, a 3. szinten pedig a szélessége 7 könyök volt. A templomot ugyanis kívülről, körös körül lépcsőzetesre építette, hogy a gerendák ne nyúljanak be a templom falaiba. Mivel a templom építésekor már készre faragott kövekből dolgoztak, sem kalapácsnak, sem vésőnek, sem egyéb vasszerszámnak nem hallatszott a zaja a templom építésekor. Az alsó oldalkamra ajtaja a templom jobb oldalán volt, és csiga lépcsőn jártak föl a középsőre, a középsőről pedig a 3. Amikor befejezték a templom építését, beburkolták a templomot cédrusgerendákkal és cédrusdeszkákkal. Megépítették az oldalszárnyakat az egész templomhoz, emeletenként 5-5 könyök magasra, és cédrusgerendákkal kapcsolták a templomhoz. A templom leírása. Így szólt az Úr igéje Salamonhoz.
Ezt mondom a templomról, amelyet most építesz. Ha az én rendelkezéseim szerint élsz, törvényeimet teljesíted, ha megtartod minden parancsolatomat és azok szerint élsz, akkor én is megtartom ígéretemet, amelyet apádnak, Dávidnak tettem. Izrael fiai között lakom, és nem hagyom el népemet, Izraelt. Amikor befejezte Salamon a templom építését, beburkolta a templom falait belülről cédrus deszkával, a templom padlójától egészen a mennyezetig faburkolattal látta el belül, a templom padlóját pedig ciprusfa deszkával borította be. A templom végétől 20 könyöknyire épített egy deszkafalat cédrusfából, a padlótól fel a mennyezetig. Ezt építette ki belül a legszentebb résznek, a szentek szentjének. Az előtte levő templomcsarnok, azaz a szentély, 40 könyök volt. Belülről az egész templomot cédrusfa borította, s erre gömb alakú díszeket és virágfüzéreket faragtak. Minden csupa cédrusfa volt, a követ nem is lehetett látni. A templom leghátsó részében készítette el a szentek szentjét, hogy ott helyezze el az Úr szövetség ládáját. A szentek szentje 20 könyök hosszú, 20 könyök széles és 20 könyök magas volt. Színarannyal vonatta be azt, az oltárt pedig cédrusfával borította be. A templom belsejét is színarannyal vonatta be Salamon, és aranyláncokat húzatott ki a szentek szentje elé. Arannyal vonatta be a templomot, az egész templomot arannyal vonatta be, végig az egész templomot. A szentek szentjénél lévő oltárt is mindenütt bevonatta arannyal. Készítetett olajfából a szentek szentjébe 2 kerúbot, 10-10 könyök magasat. A kerúb egyik szárnya is 5 könyök, a másik szárnya is 5 könyök volt, úgyhogy az egyik szárny vége a másik szárny végétől 10 könyöknyire volt. A másik kerub is 10 könyöknyi volt, mindkét kerubnak ugyanaz volt a mérete és a formája. Az egyik kerub magassága 10 könyök volt, és ugyanannyi volt a másik kerubé is. A kerubokat a templom legbelső részébe helyezték. A kiterjesztett szárnyú kerubok közül az egyiknek a szárnya az egyik falig, a másik kerub szárnya pedig a másik falig ért, és szárnyuk a templom közepén egymáshoz ért. A kerubokat is bevonták arannyal. A templom falára, körös körül mindenütt, a belső és külső részre egyaránt domborműveket faragtak, kerubokat, pálmákat és virágfüzéreket. A templom padlóját arannyal vonták be, a belső és a külső részben egyaránt. A szentek szentjének bejáratára ajtószárnyakat készítettek olajfából. A szemöldökfák és az ajtófélfák 5 szöget alkottak. Mind a 2 ajtószárny olajfából volt. Kerub, pálma és virágfűzér domborműveket faragtak rájuk, majd bevonták arannyal. A kerubokat és a pálmákat is befuttatták arannyal. Ugyanígy készítettek a templom bejáratához is ajtófélfákat olajfából, 4 szögletes formára. Mindkét ajtószárny ciprusfából volt. Az egyik ajtószárny is 2 táblából állt, amelyek csapon forogtak, meg a másik ajtószárny is 2 táblából állt, amelyek csapon forogtak. Kerubokat, pálmákat és virágfüzéreket faragtak rájuk, és beborították arannyal, amely még a véseteket is befette. Azután megépítették a belső udvart 3 sor faragott kőből és 1 sor cédrus gerendából. A 4. évben rakták le az úrházának alapját Zív hónapban, és a 11. évben, Búl hónapban, azaz a 8. hónapban készült el a templom minden része és minden tartozéka. 7 esztendeig építették. A királyok első könyve. 7. rész. Salamon királyi palotája. A maga palotáját 13 évig építette Salamon, akkor készült el teljesen a palota. Felépítette tehát a Libánon erdő palotát, 100 könyök volt a hossza, 50 könyök a szélessége, 30 könyök a magassága. 4 sorban cédrus oszlopok voltak, az oszlopokon pedig cédrus gerendák, és cédrusfa mennyezet az oszlopokon nyugvó keresztgerendákon. Összesen 45 oszlop volt, soronként 15. Kerettel ellátott ablakok voltak 3 sorban, az ablakok egymással szemben voltak 3 sorban. Az ajtófélfák meg az ablakkeretek mind 4 szögűek voltak,
Az ablakok egymással szemben voltak három sorban. Azután elkészítette az oszlopcsarnokot, melynek a hossza 50 könyök, szélessége 30 könyök volt, és ezelé még egy oszlopos csarnokot és egy lépcsőt. Elkészítette a tróntermet is, az ítélethozatal csarnokát, hogy ott ítélkezzék, és cédrusfával burkoltatta be a padlótól a mennyezetig. A saját palotája pedig, amelyben lakott, a hátsó udvarban, a csarnokon belül hasonlóan készült el. Ehhez a csarnokhoz hasonló palotát készített Salamon a fáraó leányának is, akit feleségül vett. Mindezek bent és kint is méret szerint kifaragott, fűrésszel kivágott, értékes kövekből készültek, az alaptól az oromzatig, kívül is a nagy udvari részen. Az alapok is értékes nagy kövekből készültek, 10 könyök és 8 könyök nagyságú kövekből. Ezekre méret szerint kifaragott értékes kövek és cédrusgerendák kerültek. A nagy udvart 3 sor faragott kő és 1 sor cédrusgerenda vette körül, az úr temploma belső udvarához, meg a templom csarnokához hasonlóan. 2 oszlop a templom előtt. Ezután Salamon király elhozatta Tírusból Hírámot, aki egy naftári törzséből származó özvegyasszony fia volt, az apja azonban tíruszi rézműves volt. Ő teljes bölcsességgel, értelemmel és tudással el tudott készíteni bármilyen rézeszközt. Eljött Salamon királyhoz, és készített mindenféle eszközt. Formált 2 rézoszlopot, az egyik oszlop magassága 18 könyök volt, és 12 könyök hosszú zsinór érte körül. Ugyanígy a másik oszlopot is. Majd 2 oszlopfőt készített rézből öntve, és az oszlopok tetejére helyezte azokat. 5 könyök magas volt az egyik oszlopfő, és 5 könyök magas volt a másik oszlopfő is. Az oszlopok tetején levő oszlopfőknek hálószerű recézete volt, láncformájú zsinórokkal. 7 volt az egyik oszlopfőn, és 7 volt a másik oszlopfőn is. Azután gránátalmákat készített, 2 sor volt belőlük mindegyik háló körül, hogy befedje az oszlopfőket, amelyek az oszlopok tetején voltak. Ugyanígy járt el a másik oszlopfőnél is. A csarnoknál álló oszlopok tetején az oszlopfők lilium alakúak voltak, 4 könyök magasak. Oszlopfők voltak tehát a 2 oszlop tetején. A kidomborodásuk mentén a háló fölött 200 gránátalma volt, több sorban körös körül, mindkét oszlopfőnél. Azután felállította az oszlopokat a templom csarnoka elé. Felállította a jobboldali oszlopot, és elnevezte Jákinnak, azután felállította a baloldali oszlopot, és elnevezte Bóáznak. Az oszlopok teteje lilium alakú volt. Így fejeződött be az oszlopok elkészítése. A templom felszerelése. Azután elkészítette az öntött medencét, amelynek egyik pereme a másik peremétől 10 könyöknyire volt, kör alakú, és 5 könyök magas volt, és 30 könyök hosszú zsinór érte körül. A pereme alatt körös körül gömb alakú díszek voltak, könyökönként 10-10, ezek vették körül a medencét. A gömb alakú díszek 2 sorban helyezkedtek el, amelyeket az öntvénnyel együtt öntöttek. A medencét 12 bika tartotta, 3 északra, 3 nyugatra, 3 délre, 3 pedig keletre nézett, mindegyik a hátsó részével fordult befelé. 1 tenyér volt a vastagsága, a pereme pedig kifelé hajlott, ahogy a poharak pereme, mint a liliomvirág. 2000 bat víz fért bele. Készített részből 10 mosóállványt is. Mindegyik állvány 4 könyök hosszú, 4 könyök széles, és 3 könyök magas volt. Az állványokat így készítették el. Oldallapok voltak rajtuk, és az oldallapok foglalatok között voltak. A foglalatok közötti oldallapokon oroszlánok, bikák és kerubok voltak, ugyanígy a foglalatokon is, az oroszlánok és bikák fölött és alatt pedig koszorú mintázat. 4 részkereke volt mindegyik állványnak, résztengelyekkel. Az állvány 4 sarkán támasztékok voltak. A mosómedence aljára voltak öntve a támasztékok, mindegyik oldalon koszorúkkal. A perem a támasztékokon belül fölfelé 1 könyök magasan volt, és a perem 1,5 könyöknyire le volt kerekítve. Domborművek voltak a peremen is, a hozzátartozó oldallapok pedig 4 szögűek voltak,
nem gömbölyűek. A négy kerék az oldallapok alatt volt, a kerekek tengelyei pedig az állványhoz voltak erősítve. Mindegyik kerék másfél könyök magas volt. A kerekeket úgy készítették, mint a szekérkerekeket szokták, tengelyeiket, abroncsaikat, küllőiket és kerékagyaikat mind úgy öntötték. Mindegyik állvány négy sarkán, négy támaszték volt, ezek a támasztékok az állványból nyúltak ki. Az állvány tetején félkönyöknyi kerek kiemelkedés volt körös körül, és az állvány tetején levő tartókarok és oldallapok az állvánnyal egy darabból készültek. A tartókarok felületére és a bordázatokra kerubokat, oroszlánokat és pálmákat vésetett, és koszorúkat körös körül, ahogyan a hely engedte. Így készítette el a tíz állványt, mindegyiket egyformán öntve, egyforma méretűre és egyforma mintázattal. Azután készített részből 10 mosófazekat. 40 bat víz fért mindegyik fazékba, és mindegyik fazék átmérője 4 könyök volt. Mind a 10 állványon volt egy ilyen mosófazék. 5 állványt a templom jobb oldalára, 5-öt pedig a templom bal oldalára helyezett, a medencét pedig a templom jobb oldalán dél-kelet felől helyezte el. Készített azután Hírám üstöket, lapátokat és intőedényeket. Ezzel befejezte Hírám az egész munkát, amit az úrházához kellett készítenie Salamon király megbízásából. A két oszlopot és a két kerek oszlopfőt, amelyek az oszlopok tetején voltak, a két hálót az oszlopok tetején levő két kerek oszlopfő beborítására, meg 400 gránátalmát a két hálóra, két sor gránátalmát egy-egy hálóra, az oszlopokon levő két kerek oszlopfő beborítására. A 10 állványt és az állványokra 10 mosófazekat, a medencét meg 12 bikát a medence alá, továbbá fazekakat, lapátokat, hintőedényeket és mindazt a fölszerelést, amit az úrháza számára Salamon király megbízásából fényesre csiszolt részből kellett elkészítenie Hírámnak. A Jordán környékén öntette ezeket a király, földbe vájt formákban, Szukkót és Száretán között. Ezt az egész felszerelést Salamon méretlenül hagyta a réz roppant bősége miatt. Elkészítette Salamon a többi felszerelést is az úrházához, az aranyoltárt, az aranyasztalt, amelyen a szent kenyerek voltak, a lámpatartókat színaranyból a szentek szentje elé, 5-öt jobbról, 5-öt balról, a virágokat, a mécseseket és a koppantókat is aranyból, a tálakat, késeket, hintőedényeket, kanalakat és szenes serpenyőket színaranyból, a sarokpántokat a templom belsejében, a szentek szentjébe vezető ajtókhoz és a templom szentélyébe vezető ajtókhoz aranyból. Amikor befejezték mindazt a munkát, amit Salamon király végeztetett az úrháza számára, bevitte Salamon azt az ezüstöt, aranyat és egyéb tárgyakat, amelyeket apja, Dávid szentelt oda ajándékul, és elhelyezte az úrházának a kincsei közé. A királyok első könyve, 8. rész. A szövetség ládáját a templomba viszik. Akkor összegyűjtötte Salamon Izrael véneit és minden törzsfőit, Izrael fiainak családfőit magához Jeruzsálembe, hogy elvigyék az Úr szövetségládáját Dávid városából, azaz Sionból. Összegyülekeztek tehát Salamon királyhoz mindezek az izraeli férfiak Étánim havában, azaz a 7. hónapban, az ünnepem. Amikor Izrael vénei mind megérkeztek, a papok fölemelték a ládát, és fölvitték az Úr ládáját, meg a kijelentés sátrát, és a szentély egész felszerelését, amely a sátorban volt. A papok és a léviták vitték azokat. Salamon király és Izrael egész közössége, amely megjelent nála, ott állt vele együtt a láda előtt. Olyan sok juhot és marhát áldoztak, hogy sem megszámlálni, de még csak megbecsülni sem lehetett azokat. Azután bevitték a papok az Úr szövetségládáját a helyére, a templom legbelső részébe, a szentek szentjébe, a kerubok szárnyai alá. A kerubok ugyanis kiterjesztették szárnyaikat a láda helye fölé, és betakarták a kerubok fölülről a ládát és annak rúdjait. A rudak olyan hosszúak voltak, hogy a rudak végei láthatók voltak a szentek szentje előtt levő szentélyből, de kívülről nem látszottak. Ott vannak még ma is. Nem volt a ládában más, csak a két kőtábla,
amelyeket Mózes tett bele a Hóreben, amikor az Úr szövetséget kötött Izrael fiaival, miután kijöttek Egyiptomból. Amikor a papok kijöttek a szentélyből, felhő töltötte be az úrházát, úgyhogy a papok a felhő miatt nem tudtak odaállni, hogy szolgálatukat végezzék, mert az Úr dicsősége betöltötte az úrházát. Salamon megáldja a gyülekezetet. Akkor ezt mondta Salamon. Az Úr mondta, hogy homályban kíván lakni. Örömmel építettem neked lakóházat, maradandót örök lakóhelyül. Azután megfordult a király, és megáldotta Izrael egész gyülekezetét, miközben Izrael egész gyülekezete állt. Ezt mondta, áldott az Úr, Izrael istene, aki ígéretet tett apámnak Dávidnak, és azt hatalmával be is teljesítette. Ezt mondta, attól a naptól fogva, hogy kihoztam népemet, Izraelt Egyiptomból, nem választottam ki egyetlen város sem Izrael törzseiből, hogy házat építsenek ott az én nevemnek. Dávidot azonban kiválasztottam, hogy népemnek, Izraelnek a vezetője legyen. De amikor apám Dávid házat akart építeni Izrael istene, az Úr nevének tiszteletére, akkor ezt mondta apámnak, Dávidnak az Úr. Azzal, hogy házat akartál építeni a nevem tiszteletére, jót akartál. De te nem építheted föl azt a házat, hanem a fiad, aki a te véredből származik, ő építi majd föl azt a házat nevem tiszteletére. Az Úr beteljesítette ígéretét, amelyet tett, mert amikor apámnak, Dávidnak a helyébe léptem, és Izrael trónjára ültem, ahogyan megígérte az Úr, fölépítettem ezt a házat Izrael istene, az Úr nevének tiszteletére. És helyet készítettem ott a ládának, abban van az Úr szövetsége, amelyet őseink elkötött, amikor kihozta őket Egyiptomból. Salamon templom szentelési imádsága. Azután odaállt Salamon az Úr oltára elé, szemben Izrael egész gyülekezetével, kezeit az ég felé tárta, és ezt mondta. Uram, Izrael istene, nincs hozzád hasonló Isten sem fent az égben, sem lent a földön. Hűségesen megtartod a szolgáiddal kötött szövetséget, ha teljes szívvel előtted járnak. Megtartottad, amit ígértél a te szolgádnak, Dávidnak, az én apámnak. Amit megígértél, hatalmaddal be is teljesítetted a mai napom. Most azért, Uram, Izrael istene, tartsd meg, amit a te szolgádnak, Dávidnak, apámnak ígértél, amikor ezt mondtad. Nem vesznek ki színem elől utódaid, akik Izrael trónján ülnek, de csak akkor, ha fiaid ügyelnek útjukra, és előttem járnak, ahogyan előttem jártál te is. Most azért, Izrael istene, váljék valóra ígéreted, amelyet a te szolgádnak, Dávidnak, az én apámnak tettél. De vajon lakhat-e Isten a földön? Hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged, hát még ez a ház, amelyet én építettem. Mégis tekints a te szolgád imádságára és könyörgésére, Uram Istenem, és hallgasd meg a kiáltást és az imádságot, amikor ma a te szolgád a te színed előtt imádkozik. Nézd nyitott szemmel erre a házra éjjel és nappal, arra a helyre, amelyről ezt mondtad. Ott lesz az én nevem. Hallgasd meg az imádságot, amikor a te szolgád ezen a helyen imádkozik. Hallgasd meg a te szolgádnak és népednek, Izraelnek a könyörgését, amikor ezen a helyen imádkoznak. Hallgasd meg lakóhelyeden a mennyben, hallgasd meg, és bocsáss meg nekik. Ha majd valaki vétkezik fele barátja ellen, és arra kényszerül, hogy esküdt tegyen, ő pedig idejön és esküdt tesz oltárod előtt ebben a házban, te halld meg a mennyből, és tégy igazságot a te szolgáid ügyében. Bizonyítsd rá a bűnöse bűnösségét, és olvasd fejére a tettét, az igaznak pedig bizonyítsd be igazságát, és bánj vele igazsága szerint. Ha majd néped, Izrael, vereséget szenved ellenségétől, mert vétkezett ellened, de azután megtér hozzád, vallást tesz nevedről, hozzád imádkozik és könyörög ebben a házban, te hallgasd meg a mennyből, bocsásd meg népednek, Izraelnek a vétkét, és hozd vissza arra a földre, amelyet őseinek adtál. Ha majd bezárul az ég,
és nem lesz eső, mert vétkeztek ellened, de azután imádkoznak ezen a helyen, vallást tesznek nevedről, és megtérnek vétkükből, mert megaláztad őket, te hallgass meg őket a mennyből, és bocsásd meg szolgáidnak, és népednek Izraelnek a vétkét, sőt, tanítsd őket a jó útra, amelyen járniuk kell, és adj esőt földedre, amelyet népednek adtál örökségül. Ha majd éhínség támad az országban, ha dögvész, aszály, rozsda, sáska vagy cserebogár pusztít, vagy ha ellenség ostromolja az ország városait, vagy bármilyen csapás és betegség támad, akkor minden imádságot és könyörgést, amelyet akár egy ember, akár egész néped Izrael mond el, és ha valaki elismeri, hogy miatta van a csapás, és kitárja a kezét a ház felé, te hallgass meg lakóhelyedről a mennyből, bocsáss meg, cselekedj és bánj mindenkivel tettei szerint, ahogyan megismerted a szívét, hiszen egyedül te ismered minden embernek a szívét, hogy féljenek téged egész életükben, amíg csak azon a földön élnek, amelyet őseinknek adtál. Még az idegent is, aki nem a te népedből, Izraelből való, de eljön messze földről a te nevedért, mert hallani fognak nagy nevedről, erős kezedről és kinyújtott karodról, ha eljön és imádkozik ebben a házban, te hallgass meg lakóhelyedről a mennyből, és tedd meg mindazt, amit az idegen kér tőled, hogy a föld minden népe megismerje nevedet, és úgy féljenek téged, ahogy a néped Izrael, és tudják meg, hogy rólad nevezték el ezt a házat, amelyet építettem. Ha majd néped hadba vonul ellensége ellen, olyan úton, amelyen te küldöd, és imádkozik az Úrhoz, e város felé fordulva, amelyet kiválasztottál, és e ház felé, amelyet neved tiszteletére építettem, te hallgass meg a mennyből imádságukat és könyörgésüket, és pártold ügyüket. Ha majd vétkeznek ellened, mert nincs ember, aki ne vétkeznék, és megharagszol rájuk, kiszolgáltatod őket ellenségeiknek, azok pedig fogságba hurcolják őket az ellenség földjére, akár messzire, akár közelre, de aztán szívből megtérnek azon a földön, ahova fogságba vitték őket. Ha megtérnek és így könyörögnek hozzád azoknak a földjén, akik fogságba vitték őket, vétkeztünk, bűnt követtünk el, gonoszul cselekedtünk, ha tehát teljes szívükből és teljes lelkükből megtérnek hozzád ellenségeik földjén, akik fogságba vitték őket, és imádkoznak hozzád országuk felé fordulva, amelyet őseiknek adtál, a város felé, amelyet kiválasztottál, és e ház felé, amelyet neved tiszteletére építettem, te hallgass meg imádságukat és könyörgésüket, lakóhelyedről a mennyből, és pártold ügyüket. Bocsásd meg népednek, amit ellened vétettek, és minden hűtlenségüket, amiben hűtlenek voltak hozzád, és támasz irgalmat irántuk azokban, akik fogságba viszik őket, hogy irgalmazzanak nekik. Hiszen a te néped és a te örökséged ők, akiket kihoztál Egyiptomból, a vaskohóból. Nézd nyitott szemmel a te szolgádnak és népednek, Izraelnek a könyörgésére, hallgass meg őket, valahányszor hozzád kiáltanak. Mert te választottad ki őket saját örökségedül, a földön élő valamennyi nép közül, ahogyan megmondtad a te szolgád Mózes által, amikor kihoztad őseinket Egyiptomból, Uram. Ó, Uram! Amikor Salamon befejezte ezt az egész imádságot és könyörgést, amellyel az Úrhoz imádkozott, fölkelt az Úr oltára elől, ahol eddig térdelt, és kitárta kezeit az ég felé. Fölállt tehát, és fennhangon így áldotta meg Izrael egész gyülekezetét. Áldott az Úr, aki nyugalmat adott népének, Izraelnek egészen úgy, ahogyan megígérte. Egyetlen szó sem veszett el azokból az ígéretekből, amelyeket Mózes az ő szolgája által megígért. Legyen velünk Istenünk az Úr, ahogyan őseinkkel volt. Ne hagyjon el bennünket, és ne vessen el magától. Fordítsa oda magához szívünket, hogy mindenben az ő útjain járjunk, és megtartsuk parancsolatait, rendelkezéseit és törvényeit, amelyeket őseinknek adott. Ezek a szavak pedig, amelyekkel az Úr színe előtt könyörögtem, legyenek éjjel-nappal Istenünk az Úr előtt, hogy pártolja az ő szolgájának és népének, Izraelnek az ügyét,
amiben csak napról napra szükséges. Hadd tudja meg a föld minden népe, hogy az Úr az Isten, nincs más. Legyen a szívetek teljesen az Úré, a mi Istenünké, járjatok rendelkezései szerint, és tartsátok meg parancsolatait úgy, mint ma. Áldozatok bemutatása. Azután a király, és vele együtt egész Izrael áldozatot mutatott be az Úrnak. Salamon béke áldozatot mutatott be. 22 000 marhát és 120 000 juhot áldozott fel az Úrnak. Így avatta fel az Úr házát a király Izrael fiaival együtt. Ugyanazon a napon szentelte fel a király az udvar középső részét, az Úr háza előtt, mert ott készítette el az égő áldozatot, az étel áldozatot és a béke áldozat kövérjét. Az Úr színe előtt álló rézoltár ugyanis kicsi volt ahhoz, hogy ráférjen az égő áldozat, az étel áldozat és a béke áldozat kövérje. Így ünnepelt akkor Salamon egész Izraellel együtt. Sokan gyűltek össze a Hamátba vezető úttól, egészen Egyiptom patakjáig Istenünknek, az Úrnak a színe elé, 7 napra meg 7 napra, azaz 14 napra. A 8. napon elbocsátotta a népet. Azok áldották a királyt, és örvendezve, vidám szívvel tértek haza, amiért oly sok jót tett az Úr az ő szolgájával, Dáviddal, és népével, Izraellel. A királyok első könyve, 9. rész. Az Úr ígérete és intése Salamonhoz. Amikor Salamon befejezte az Úr templomának és a királyi palotának az építését, és mindazt, amit még kívánt és meg akart csináltatni, megjelent az Úr Salamonnak másodszor is, úgy, ahogyan Gibeonban megjelent neki. Ezt mondta neki az Úr. Meghallgattam imádságodat és könyörgésedet, amelyet elém tártál. Megszentelem ezt a templomot, amelyet építettél, hogy itt legyen az én nevem mindörökké. Itt lesz a szemem és a szívem is mindenkor. És ha előttem jársz, ahogyan apád Dávid is tette, tiszta szívvel és őszintén, és megteszel mindent, amit megparancsoltam neked, megtartva rendelkezéseimet és törvényeimet, akkor állandóvá teszem királyi trónodat Izraelben örökké, ahogyan megígértem apádnak, Dávidnak. Nem vesznek ki utódaid Izrael trónjáról. Ha azonban konokul elfordultok tőlem, ti és utódaitok, és nem tartjátok meg parancsolataimat és rendelkezéseimet, amelyeket elétek tártam, hanem más isteneket tiszteltek, és azokat imádjátok, akkor kiírtom Izraelt arról a földről, amelyet nekik adtam. Ezt a templomot, amelyet nevemnek szenteltem, elvetem színem elől, Izraelt pedig példálózva, maró gúnnyal emlegetik majd minden nép között. És bármilyen felséges is ez a templom, mégis aki csak elmegy majd mellette, elborzadva sziszem föl, és ezt kérdezi. Miért bánt el így az Úr ezzel az országgal és ezzel a templommal? Akkor majd ezt fogják felelni. Azért, mert elhagyták az Urat, az ő istenüket, aki őseiket kihozta Egyiptomból, és más istenekhez ragaszkodtak, azokat imádták, és azokat tisztelték. Ezért hozta rájuk az Úr mindezt a veszedelmet. Salamon városokat ad át Hírámnak. Miután eltelt az a 20 esztendő, ameddig Salamon ezt a 2 házat, az Úr templomát és a királyi palotát fölépítette, mialatt Hírám, Tírus királya annyi cédrusfát, ciprusfát és aranyat szállított Salamonnak, amennyit csak kívánt, Salamon király 20 várost adott Hírámnak Galilea földjén. Amikor azonban Hírám elment Tírusból, hogy megnézze a városokat, amelyeket Salamon adott neki, nem volt megelégedve velük. Ezért azt mondta, miféle városokat adtál nekem, testvérem? Ezért nevezik azokat Kábul földjének mindmáig. Pedig Hírám 120 talentum aranyat küldött a királynak. Salamon egyéb építkezései. Ilyen kényszermunkát vetett ki Salamon király, hogy megépíthesse az Úr templomát és a maga palotáját, meg a Milló erődöt és Jeruzsálem várfalát, továbbá Hácort, Megiddót és Gézert. Fölvonult ugyanis a fáraó Egyiptom királya, elfoglalta és fölperzselte Gézert, a városban lakó kánaániakat pedig legyilkolta, majd leányának, Salamon feleségének adta nász ajándékul.
Ezért építette föl Salamon Gézert, továbbá Alsó-Béthóront, Baalátot és Tadmort az ország puszta részén, az összes raktárvárost, amely Salamoné volt, a harci kocsik és lovak városait, és amit csak építeni kívánt Salamon Jeruzsálemben, a Libánonon és birodalma egész területén. Mindazokat, akik az emóriak, a hettíták, a periziek, a hivviek és a jebúsziak népéből megmaradtak, akik tehát nem Izrael fiai közül valók voltak, meg fiaikat, akik utánuk az országban megmaradtak, mert nem tudták kiirtani őket Izrael fiai, Salamon kényszermunkásokká tette, azok még ma is. Izrael fiai közül azonban senkit sem kényszerített Salamon rabszolgasorba. Ők harcosok voltak, udvari emberei, vezérei, tisztjei, meg harci kocsiainak és kocsihajtóinak a parancsnokai. Azok a munkavezetők, akik Salamon munkáit irányították, 550-en voltak. Ők végeztették a munkát a néppel. Amikor a fáraó leánya fölment Dávid városából abba a palotába, amelyet Salamon épített neki, akkor építette meg a Milló erődöt is. Salamon évenként háromszor mutatott be égő áldozatokat és béke áldozatokat azon az oltáron, amelyet az Úrnak építetett, és azon füstölöttetett az Úr színe előtt, miután befejezte a templom építést. Hajókat is csináltatott Salamon király Ecjon-Geberben, amely Élót mellett, a Vörös-tenger partján, Edom földjén van. És elküldte hírám a hajókon Salamon szolgáival együtt a maga szolgáit, akik hajósok voltak, és ismerték a tengert. Eljutottak Ófirba, hoztak onnan 420 talentum aranyat, és elvitték Salamon királynak. A királyok első könyve, 10. rész. Sába királynője meglátogatja Salamont. Sába királynője hallotta a hírét Salamonnak és az Úr nevének, ezért eljött, hogy próbára tegye őt találós kérdésekkel. Megérkezett Jeruzsálembe, igen tekintélyes kísérettel és tevékkel, amelyek balzsamot, igen sok aranyat és drága követ hoztak. Elment Salamonhoz és beszélt vele mindenről, amit kigondolt. De Salamon megfelelt minden szavára, nem volt egyetlen olyan rejtvény sem, amelyikre a király ne tudott volna megfelelni. Amikor Sába királynője látta Salamon nagy bölcsességét és a palotát, amelyet építetett, az asztalán levő ételeket, az udvari emberek ülésrendjét, a felszolgálók magatartását és öltözetét, pohárnokait, valamint égő áldozatát, amelyet az úrházában szokott bemutatni, még a lélegzete is elállt, és ezt mondta a királynak. Igaz volt, amit országomban hallottam dolgaidról és bölcsességedről, de nem hittem azoknak a beszédeknek, míg magam el nem jöttem, és saját szememmel meg nem láttam. Még a felét sem mondták el nekem, bölcsességed és gazdagságod felülmúlja azokat a híreket, amelyek hozzám eljutottak. Boldogok az embereid, és boldogok azok a szolgák, akik állandóan előtted állnak, és hallgatják bölcs szavaidat. Áldott legyen Istened az Úr, aki kedvét lelte benned, és Izrael trónjára ültetett. Mivel az Úr örökké szereti Izraelt, azért tett királyát téged, hogy jogot és igazságot szolgáltas. Azután adott a királynak 120 talentum aranyat, igen sok balzsamot és drága követ. Sohasem hoztak annyi balzsamot, mint amennyit Sába királynője adott Salamon királynak. Hírám hajói, amelyek aranyat hoztak Ófirból, igen sok ébenfát, meg drága követ is hoztak Ófirból. A király az ébenfából oszlopokat készítetett az Úr templomába és a királyi palotába, az énekeseknek pedig citerákat és lantokat. Sohasem hoztak és nem is láttak annyi ébenfát azóta mind a mai napig. Salamon király is adott Sába királynőjének mindent, ami megtetszett neki, és amit csak kért, még azon kívül, amit Salamon királyi módon ajándékozott neki. Azután visszatért országába, szolgáival együtt. Salamon gazdagsága. Annak az aranynak a súlya, amely Salamonhoz évente befolyt, 666 talentum volt. Azon kívül, ami az árusoktól és a kereskedők jövedelméből, valamint az arab királyoktól és a birodalom helytartóitól befolyt.
Csináltatott Salamon király 200 hosszú pajzsot vert aranyból, mindegyik hosszú pajzshoz 600 sekel aranyat használtak fel, továbbá 300 kerek pajzsot vert aranyból. Mindegyik kerek pajzshoz 3 mina aranyat használtak fel, ezeket a király a Libánon erdő palotában helyezte el. Csináltatott a király egy nagy elefántcsontront, és bevonatta színaranyjal. 6 lépcső vezetett a trónhoz. A trón háttámlája felül kerek volt, az ülőhely két oldalán pedig karfák voltak, és 2 oroszlán szobor állt a karfáknál. 12 oroszlán szobor állt a 6 lépcső mindkét oldalán. Nem készült ilyen egyetlen más országban sem. Salamon király minden ivóedénye aranyból volt. A Libánon erdőpalota minden edénye is tiszta aranyból volt, nem ezüstből, mert azt semmire sem becsülték Salamon idejében. A király Tarsis hajói ugyanis a tengeren Hírám hajóival jártak. 3 évenként érkeztek vissza a Tarsis hajók, és aranyat, ezüstöt, elefántcsontot, majmokat meg pávákat hoztak. Salamon király felülmúlt a gazdagságban és bölcsességben a föld összes királyát. Az egész földről igyekeztek Salamonhoz eljutni, hogy hallhassák bölcsességét, amelyet Isten adott a szívébe. Ajándékot is hozott mindenki, ezüst és aranytárgyakat, díszes ruhákat és fegyvereket, balzsamot meg lovakat és öszvéreket. Így ment ez évről évre. Gyűjtött Salamon harci kocsikat és lovasokat. 1400 harci kocsia és 12 000 lova lett, amelyeket a harci kocsik városaiba, meg maga mellé Jeruzsálembe rendelt a király. A király elérte, hogy annyi lett Jeruzsálemben az ezüst, mint a kő, és annyi lett a cédrus, mint amennyi vadfügefa van az alföldön. Salamonnak Egyiptomból, méghozzá Kevéből hozták a lovakat. A király kereskedői megszabott áron szerezték Kevéből. 1 harci kocsit 600 ezüstért hoztak el Egyiptomból, 1 lovat pedig 150-ért. Ugyancsak az ő közvetítésükkel szállították tovább ezeket, a hettita királyoknak és az arám királyoknak. A királyok első könyve, 11. rész. Salamon bálványozása. Salamon király sok idegen asszonyt szeretett a fáraó leányán kívül, moábiakat, ammóniakat, edúmiakat, szidúniakat és hettitákat, olyan népekből valókat, amelyekről ezt mondta az Úr Izrael fiainak: ne keveredjetek közéjük, és ők se keveredjenek közétek, mert saját isteneikhez fordítják szíveteket. Ezekhez ragaszkodott Salamon szerelemmel. Volt neki 700 főrangú és 300 másodrangú felesége. Feleségei elfordították a szívét. Így történt, hogy Salamon szívét feleségei vénségére más istenekhez fordították, és szíve nem maradt teljesen istenéjé az Úré, mint volt apjának Dávidnak a szíve. Mert Salamon Astóretet, a szidóniak istenét, és Milkómot, az ammóniak bálványát követte. Így olyan dolgot tett Salamon, amit rossznak lát az Úr, és nem követte olyan hűségesen az Urat, mint apja Dávid. Akkoriban Salamon áldozó halmot épített a Jeruzsálemmel szemben levő hegyen Kemósnak, a moábiak bálványának, és Moloknak, az ammóniak bálványának. Így tett Salamon a többi idegenből szerzett felesége kedvéért is, akik a maguk isteneinek töményeztek és áldoztak. Megharagudott azért az Úr Salamonra, mivel elfordult szíve az Úrtól, Izrael istenétől, aki 2-szer is megjelent neki, és erre nézve azt parancsolta neki, hogy ne kövessen más isteneket, de ő nem tartotta meg, amit az Úr parancsolt. Akkor ezt mondta az Úr Salamonnak: mivel ez történt veled, és nem tartottad meg a velem kötött szövetséget, sem rendelkezéseimet, amelyeket adtam neked, azért én ki fogom szakítani kezedből az országot, és a te szolgádnak adom. De apádért, Dávidért nem a te napjaidban teszem meg ezt, majd a fiat kezéből fogom kiszakítani. De nem az egész országot szakítom ki. Adok a fiadnak egy törzset szolgámért, Dávidért és Jeruzsálemért, amelyet kiválasztottam. Salamon háborúi. Azután ellenfelet támasztott az Úr Salamonnak az edómi hadadot,
aki királyi származású volt Edomban. Amikor Dávid megtámadta Edomot, Jóáb, a hadseregparancsnok fölment, hogy eltemesse az elesetteket, és levágott minden Edomban található férfit. 6 hónapig maradt ott Jóáb egész Izraellel, míg ki nem írtott minden Edomban található férfit. Akkor menekült el Hadad néhány edómi férfival együtt, akik apjának az emberei voltak, és Egyiptomba mentek. Hadad akkor még kisfiú volt. Elindultak Midjánból, és Páránba jutottak. Páránból is vittek magukkal férfiakat, és elmentek Egyiptomba a fáraóhoz, Egyiptom királyához. Ő házat adott neki, gondoskodott az ellátásáról, és földet is adott neki. Hadad nagy jó indulatra talált a fáraónál, aki hozzáadta feleségének, Tahpenész királynénak a húgát. Tahpenész húga szülte neki fiát, Genubatot. Tahpenész a fáraó palotájában választotta el, és Genubat ott maradt a fáraó palotájában, a fáraó fiai között. Amikor Hadad meghallotta Egyiptomban, hogy Dávid őseihez tért pihenni, és hogy Jóáb, a hadseregparancsnok is meghalt, így szólt Hadad a fáraóhoz. Bocsáss el engem, hadd menjek el a hazámba. A fáraó ezt mondta neki. Miben szenvedsz itt hiányt, hogy most a hazádba akarsz menni? Ő ezt felelte. Semmiben, de azért mégis bocsáss el engem. Támasztott Isten másik ellenfelet is, Rezont, Eljádá fiát, aki urától, Hadadezertől, Cóbá királyától menekült el. Ez férfiakat gyűjtött maga mellé, és egy rablócsapat vezére lett. De amikor Dávid öldökölni kezdte őket, Rezón Damaszkuszba ment, ott letelepedett, majd király lett Damaszkuszban. Ellenfele volt Izraelnek Salamon egész életében, és olyan veszedelmet okozott, mint Hadad. Megvetette Izraelt, és Arámban uralkodott. Ahijjá próféta jövendőlése. Jeroboám, az efrátai Nebát fia Cerédából, Salamon egyik udvari embere, akinek egy özvegyasszony volt az anyja, név szerint Ceruá, föllázadt a király ellen. Az pedig, hogy föllázadt a király ellen, így történt. Salamon megépítette a Milló erődöt, és berakatta apja Dávid városának a réseit. Ez a férfi, Jeroboám, derékember volt. Amikor Salamon látta, hogy ez a fiatalember jól végzi munkáját, megtette József házában az összes kényszermunkás felügyelőjévé. Abban az időben Jeroboám elment Jeruzsálemből. Útközben találkozott a silói Ahijjá prófétával, aki egy új köpenybe volt burkolózva. Csak ők ketten voltak a mezőn. Ahijjá megragadta a rajta lévő új köpenyt, 12 darabra hasította, és ezt mondta Jeroboámnak. Vígy magadhoz 10 darabot, mert ezt mondta az Úr Izrael istene. Íme, kiszakítom az országot Salamon kezéből, és 10 törzset neked adok. 1 törzs azonban az övé maradt szolgámért, Dávidért és Jeruzsálem városáért, amelyet kiválasztottam Izrael összes törzse közül. Azért lesz ez így, mert elhagyott engem, és Astóretet, Szidón istenét, Kemóst, a Moábiak istenét, és Milkómot, az Ammóniak istenét imádta. Nem az én utaimon járt, rendelkezéseimet és törvényeimet, amelyeket én helyesnek látok, nem teljesítette úgy, ahogyan az apja, Dávid. De nem veszem ki a kezéből az egész országot. Megtartom őt fejedelemnek egész életében szolgámért Dávidért, akit kiválasztottam, és aki megtartotta parancsolataimat és rendelkezéseimet. Fiának a kezéből veszem ki az országot, és 10 törzset neked adok. Csak 1 törzset adok a fiának, hogy maradjon előttem mindenkor mécsese szolgámnak, Dávidnak, Jeruzsálem városában, amelyet kiválasztottam magamnak, hogy ott legyen a nevem. Téged pedig fölemellek, és uralkodni fogsz mindenen, amit megkívánsz. Te leszel Izrael királya. És ha hallgatsz mindarra, amit parancsolok neked, ha az én utaimon jársz, és azt teszed, amit én helyesnek látok, ha megtartod rendelkezéseimet és parancsolataimat, ahogyan tette a szolgám Dávid, akkor veled leszek, és maradandó házat építek neked,
amilyet Dávidnak építettem, és neked adom Izraelt. Így alázom meg Dávid utódait, bár nem örökre. Salamon meg akarta öletni Jeroboámot. Jeroboám azonban útra kelt, és Egyiptomban menekült Sisákhoz, Egyiptom királyához. Ott is maradt Egyiptomban, Salamon haláláig. Salamon történetének a többi része, mindaz, amit véghez vitt, továbbá a bölcsessége, megvan írva Salamon történetének a könyvében. Salamon Jeruzsálemben 40 esztendeig uralkodott, egész Izrael felett. Azután Salamon pihenni tért őseihez, és eltemették apjának, Dávidnak a városában. Utána a fia, Roboám lett a király. A királyok első könyve, 12. rész. Az ország ketté szakadása. Roboám elment Sikembe, mert egész Izrael Sikembe ment, hogy királlyá tegye őt. Amikor Jeroboám Nebát fiát meghallotta, még Egyiptomban volt, ahová Salamon király elől menekült. Jeroboám ott is maradt volna Egyiptomban, de értekültek, és hazahívták őt. Jeroboám Izrael egész gyülekezetével együtt eljött, és így beszélt Roboámhoz. Apád súlyos igát rakott ránk, te azért most könnyíts azon a súlyos szolgálaton és nehéz igán, amelyet apád ránk rakott, akkor szolgálunk neked. Ő így felelt nekik, menjetek el 3 napra, azután térjetek vissza hozzám. A nép tehát elment. Ekkor Roboám király tanácskozott a vénekkel, akik apja Salamon szolgálatában álltak, amíg élt, és ezt kérdezte. Mit tanácsoltok, milyen választ adjak ennek a népnek? Azok így szóltak hozzá. Ha te most kedvében jársz ennek a népnek, és engedsz nekik, és ha válaszodban jóságos szavakkal beszélsz velük, akkor örökre a szolgáid lesznek. De ő nem fogadta meg a tanácsot, amelyet a vének adtak neki, hanem tanácskozott az ifjakkal is, akik vele együtt nőttek fel, és az ő idejében álltak szolgálatba. Ezt kérdezte tőlük. Mit tanácsoltok, milyen választ adjunk ennek a népnek, amely így szólt hozzám? Tedd könnyebbé az igát, amelyet apád rakott ránk. Az ifjak, akik vele együtt nőttek fel, így szóltak hozzá. Ezt mondd ennek a népnek, amely így szólt hozzád. Apád megnehezítette igánkat, te azért könnyítsd meg azt rajtunk. Így beszélj velük. Nekem a kis ujjam is vastagabb apám derekánál. Ha tehát apám nehéz igával terhelt meg benneteket, én még nehezebbé teszem igátokat. Apám ostorral tanított fegyelemre benneteket, én pedig szeges korbáccsal foglak megtanítani. 3. napra elment Jeroboám az egész néppel együtt Roboámhoz, ahogyan a király elrendelte. Térjetek vissza hozzám 3. napra. Ám a király keményen válaszolt a népnek, nem fogadta meg a tanácsot, amit a vének adtak neki, hanem az ifjak tanácsa szerint így szólt hozzájuk. Apám nehéz igát rakott rátok, én még nehezebbé teszem igátokat. Apám ostorral tanított fegyelemre benneteket, én pedig szeges korbáccsal foglak megtanítani. Nem hallgatott a király a népre, mert az Úr rendelte így, hogy beteljesítse azt az igét, amelyet a silói Ahijá által mondott az Úr Jeroboámnak, Nebát fiának. Amikor látta egész Izrael, hogy a király nem hallgat rájuk, így válaszoltak a királynak. Mi közünk nekünk Dávidhoz? Nincs közösségünk Isai fiával. Térj sátraidba, Izrael, törődj Dávid a magad házával. Izrael tehát hazament. Roboám pedig Izrael fiai közül csak azoknak maradt a királya, akik Júda városaiban laktak. Roboám király ugyan kiküldte Adorámot, a kényszermunkák felügyelőjét, de megkövezte őt egész Izrael, és meghalt. Ekkor Roboám király gyorsan harci kocsijára szállt, és Jeruzsálembe menekült. Izrael tehát elpártolt Dávid házától, így van ez még ma is. Az elszakadt törzsek Jeroboámot teszik királlyá. Amikor meghallotta egész Izrael, hogy visszatért Jeroboám, értekültek, a közösség elé hívták, és egész Izrael királyává tették. Nem maradt Dávid háza mögött más, csak Júda törzse. Miután Roboám visszaért Jeruzsálembe,
összegyűjtötte Júda egész házát és Benyámin törzsét, 180 000 válogatott harcost, hogy megtámadják Izrael házát, és visszaszerezzék az országot Roboámnak, Salamon fiának. De így szólt Isten igéje Semajához, az Isten emberéhez. Mondd meg Roboámnak, Salamon fiának, Júda királyának és Júda meg Benyámin egész házának, a megmaradt népnek. Így szól az Úr. Ne vonuljatok fel, és ne harcoljatok testvéreitekkel, Izrael fiaival. Térjen haza mindenki, mert én akartam ezt így. Ők hallgattak is az Úr szavára, és hazatértek az Úr szava szerint. Jeroboám 2 aranyborjút készített. Jeroboám kiépítette az Efraim hegyvidékén levő Sikemet, és ott lakott. Majd elköltözött onnan, és kiépítette Penuélt. Eközben Jeroboám így gondolkozott. Még mindig visszakerülhet Dávid házához a királyság. Ha feljár ez a nép, hogy Jeruzsálemben az úrházában mutassa be áldozatait, akkor ennek a népnek a szíve urukhoz, Roboámhoz, Júda királyához hajlik, engem pedig megölnek és visszatérnek Roboámhoz, Júda királyához. Ezért elhatározta a király, hogy készített 2 aranyborjút. Majd ezt mondta. Eleget jártatok már Jeruzsálembe. Itt vannak isteneid, ó Izrael, akik fölhoztak téged Egyiptomból. Az egyiket Bételbe helyezte el, a másikat pedig Dánba vitette. És vétekbe vitték ezek a népet, mivel ezekhez járt, Bételben az egyikhez, Dánban pedig a másikhoz. Azután templomokat is készítetett az áldozóhalmokon, és papokat rendelt a nép köréből, akik nem Lévi fiai közül valók voltak. Elrendelt Jeroboám egy ünnepet is a 8. hónap 15. napján, a Júdában tartott ünnepnek megfelelően, és áldozott az oltáron. Ugyanígy járt el Bételben is. Áldozatot mutatott be a borjuknak, amelyeket ő készítetett. Bételben is papokat rendelt az áldozóhalmokra, amelyeket létesített. A Bételben csináltatott oltáron is áldozott a 8. hónap 15. napján, abban a hónapban, amelyben önkényesen rendelt el egy ünnepet Izrael fiai számára. Áldozott az oltáron, és töménezett. A királyok első könyve, 13. rész. Jövendőlés a bételi oltárról. Ám miközben Jeroboám ott állt az oltárnál, és töménezett, Isten egy embere Júdából Bételbe érkezett az Úr parancsára, és ezt hirdette az Úr parancsára az oltárnál. Oltár, oltár, így szól az Úr. Egy fiú születik majd Dávid családjából, akinek Jósiás lesz a neve, ő majd föláldozza rajtad az áldozóhalmok papjait, akik most rajtad töményéneznek, és emberi csontokat fognak elégetni rajtad. Még csodát is tett azon a napon. Megmondta ugyanis, ez a csoda lesz a bizonyíték arra, hogy az Úr szólott. Íme, ez az oltár majd meghasad, és szétszóródik a hamu, ami rajta van. Amikor a király meghallotta Isten emberének a beszédét, amelyet a bételi oltárról hirdetett, kinyújtotta a kezét Jeroboám az oltár mellől, és ezt mondta. Fogjátok el! De megbénult a keze, amelyet kinyújtott felé, és nem tudta visszahúzni. Az oltár pedig meghasadt, és szétszóródott a hamu az oltárról. Ez volt az a csoda, amelyet Isten embere tett az Úr parancsára. Ekkor megszólalt a király, és ezt mondta Isten emberének. Engesztelt ki Istenedet az Urat, és imádkozz értem, hogy visszahúzhassam a kezem. Isten embere pedig kiengesztelte az Urat, úgyhogy a király visszatudta húzni a kezét, és az olyan lett, mint azelőtt. Azután a király így szólt Isten emberéhez. Gyere haza velem, egyél valamit, én pedig adok neked valamit ajándékba. De Isten embere ezt mondta a királynak. Ha a palotát felét nekem adnád, akkor sem megyek el veled. Én ezen a helyen nem eszem és nem iszom semmit. Mert ezt parancsolta nekem igéje által az Úr. Ne egyél és ne igyál semmit, és ne azon az úton tér vissza, amelyen mentél. Ezért más úton távozott, nem azon az úton tért vissza, amelyen Bételbe érkezett. Az engedetlen próféta halála.
Lakott azonban Bételben egy öreg próféta, akihez elmentek fiai, és elmondtak neki mindent, amit Isten embere tett aznap Bételben, és amit a királynak mondott. Elbeszélték ezeket apjuknak, apjuk pedig megkérdezte tőlük, melyik úton ment el? A fiai megmutatták neki, hogy melyik úton ment el Isten embere, aki Júdából érkezett. Akkor ezt mondta a fiainak, nyergeljétek föl a szamaramat. Azok fölnyergelték a szamarat, ő pedig elnyargalt rajta. Elment az Isten embere után, és rátalálta, mint egy cserfa alatt ült. Azt kérdezte tőle, te vagy-e az Isten embere, aki Júdából érkezett? Ő így felelt, én vagyok. Akkor ezt mondta neki, gyere haza velem, és egyél valamit. De az így felelt, nem térhetek vissza veled, és nem mehetek be hozzád. Ezen a helyen nem eszem, és nem iszom semmit sem. Mert ezt a parancsot kaptam az Úr igéje által. Ne egyél, és ne igyál ott semmit, és ne azon az úton térj vissza, amelyen oda mégy. De a másik ezt mondta neki, én is olyan próféta vagyok, mint te, és egy angyal így szólt hozzám az Úr parancsára. Hozd vissza őt magaddal a házadhoz, hogy egyen és igyon. Így hazudott neki. Az pedig visszatért vele, majd evett és ivott annak a házában. Még az asztalnál ültek, amikor az Úr igéje szólt ahhoz a prófétához, aki visszahozta őt, és így kiáltott Isten emberének, aki Júdából érkezett. Így szól az Úr, mivel ellene szegültél az Úr szavának, és nem tartottad meg azt a parancsot, amelyet Istened az Úr adott neked, hanem visszatértél és ettél meg ittál azon a helyen, amelyről megparancsolta neked, hogy ott ne egyél és ne igyál, ezért holttested nem kerül őseid sírjába. Miután evett és ivott, fölnyergelték neki annak a prófétának a szamarát, aki visszahozta őt, és elment. De az úton egy oroszlán talált rá, és megölte. Holteste ott hevert az úton, mellett állt a szamár, de az oroszlán is a holteste mellett állt. Akik arra jártak, meglátták az úton heverő holtestet, meg az oroszlánt, amint a holtest mellett áll. Bementek a városba, ahol az öreg próféta lakott, és elbeszélték ezt. Amikor meghallotta ezt az öreg próféta, aki visszahozta őt az útról, így szólt. Az Isten embere ez. Ellene szegült az Úr szavának, ezért az Úr egy oroszlán prédájává tette. Az rátört, és megölte. Így teljesedett be az Úr igéje, amelyet megmondott neki. Azután így szólt fiaihoz. Nyergeljétek fel a szamaramat. Föl is nyergelték, ő pedig elment, és megtalálta az úton heverő holttestet, meg a szamarat és az oroszlánt, amint ott álltak a holttest mellett. Az oroszlán nem ette meg a holttestet, és a szamarat sem tépte szét. A próféta fölemelte Isten emberének a holttestét, rátette a szamárra, és visszavitte. Bement a városba az öreg próféta, hogy elsírassa és eltemesse. Holttestét a saját sírjába helyezte, és így síratták el. Jaj, testvérem! Miután eltemette, ezt mondta fiainak. Ha meghalok, engem is ebbe a sírba temessetek, ahová az Isten emberét temettük. Az ő csontjai mellé helyezzétek az én csontjaimat is, mert bizonyosan be fog teljesedni az az ige, amelyet ő hirdetett az Úr parancsára a bételi oltárról és az áldozóhalmok templomairól Samária városaiban. De Jeroboám ezek után sem tért meg gonosz útjáról. Továbbra is a nép köréből rendelt papokat az áldozóhalmokra, és beiktatott bárkit, aki pap akart lenni az áldozóhalmokon. Ez volt Jeroboám házának a vétke, emiatt írtották ki a föld színéről, és emiatt semmisítették meg. A királyok első könyve, 14. rész. Jövendőlés Jeroboám háza bukásáról. Abban az időben megbetegedett Abija, Jeroboám fia. Ekkor Jeroboám ezt mondta a feleségének. Kelj föl, öltöz áruhába, hogy ne tudják meg, hogy Jeroboám felesége vagy. Menj el Sílóba, mert ott van Ahijá próféta, aki megmondta nekem, hogy ennek a népnek a királya leszek. Vigyél magaddal 10 kenyeret és kalácsot, meg egy korsó mézet, úgy menj el hozzá.
Ő majd megmondja neked, mi történik a fiúval. Jeroboám felesége így is tett. Fölkelt, elment Sílóba, és bement Ahijá házába. Ahijá azonban már nem látott, mert az öregség miatt hályog támadta szemén. De az úr ezt mondta Ahijának. Jeroboám felesége eljön hozzád, hogy kijelentést kérjen tőled a beteg fiáról. Te majd így meg így beszélj hozzá, ha megérkezik, mert idegennek tetteti magát. Amikor Ahijá meghallotta az ajtajához érkező asszony lépteit, így szólt. Jöjj be, Jeroboám felesége! Miért tetteted magad idegennek? Kemény üzenetet küldtek velem hozzád. Menj és mondd meg Jeroboámnak, hogy ezt mondja az Úr, Izrael istene. Én kiemeltelek a nép közül, és népemnek, Izraelnek a fejedelmévé tettelek. Elszakítottam ezt az országot Dávid házától, és neked adtam. Te azonban nem voltál olyan, mint az én szolgám Dávid, aki megtartotta parancsolataimat, teljes szívből követett engem, és csak azt tette, amit helyesnek látok. Rosszabbat tettél mindazoknál, akik előtted voltak, mert arra vetemettél, hogy más isteneket csinálj magadnak, öntöd bálványokat az én bosszantásomra, nekem pedig hátat fordítottál. Ezért veszedelmet hozok Jeroboám házára, és kiírtom Izraelből Jeroboám férfi utódait, apraját, nagyját, és teljesen kisöpröm Jeroboám házanépét úgy, ahogy a szemetet szokták. Aki Jeroboám családjából a városban hal meg, azt a kutyák falják fel, aki pedig a mezőn hal meg, azt az égi madara keszik meg, mert így mondta meg az Úr. Te pedig készülj, menj haza, mire belépsz a városba, halott lesz a gyermek. Egész Izrael elsiratja és eltemetik. Jeroboám hozzátartozói közül csak őt teszik sírba, mert Jeroboám házanépéből csak benne talált valami jót az Úr, Izrael istene. Támaszt majd az Úr egy királyt Izraelben, aki kiírtja Jeroboám házanépét egy napon. És még más is következik. Megveri az Úr Izraelt, és ingadozni fog, mint a nád a vízben. Kitépi majd Izraelt ebből a jó földből, amelyet őseiknek adott, és az Eufráteszen túl szórja szét őket, mivel bálványoszlopokat készítettek az Úr bosszantására. És kiszolgáltatja Izraelt a vétkek miatt, amelyeket Jeroboám elkövetett, és amelyekkel Izraelt is vétekbe vitte. Akkor Jeroboám felesége elindult, és hazament Tircába. Amint belépett a ház küszöbén, meghalt a fia. Eltemették őt, és elsiratta egész Izrael az Úr szava szerint, amelyet kijelentett szolgája Ahijá próféta által. Jeroboám egyéb dolgai, hogy milyen háborúkat viselt és hogyan uralkodott, megvannak írva az Izrael királyainak történetéről szóló könyvben. Jeroboám uralkodásának az ideje 22 esztendő volt, majd pihenni tért őseihez. Utána a fia Nádáb lett a király. Sisák fáraó hadjárata Júda ellen. Roboám, Salamon fia, Júdában uralkodott. 41 éves volt Roboám, amikor uralkodni kezdett, és 17 évig uralkodott Jeruzsálemben, abban a városban, amelyet kiválasztott az Úr, Izrael valamennyi törzse közül, hogy oda helyezze nevét. Anyjának a neve Naamá volt. Ammonból származott. De a júdaiak is azt tették, amit rossznak lát az Úr, és vétkeikkel, amelyeket elkövettek, még sokkal jobban felingerelték őt, mint őseik a maguk tetteivel. Ők is építettek áldozóhalmokat, szent oszlopokat és szent fákat minden magas halmon és minden zöldellő fa alatt. Még férfi paráznák is voltak az országban. Elkövették azoknak a népeknek minden utálatosságát, amelyeket kiűzött az Úr Izrael fiai elől. Roboám uralkodásának 5. évében fölvonult Sisák, Egyiptom királya, Jeruzsálem ellen. Elvitte az Úr templomának, meg a királyi palotának a kincseit, mindent elvitt. Még a kerek aranypajzsokat is mind elvitte, amelyeket Salamon csináltatott. Ezek helyett részpajzsokat csináltatott Roboám király, és azoknak a testőröknek a parancsnokaira bízta, akik a királyi palota bejáratát őrizték. Valahányszor bement a király az Úr templomába, bevitték azokat a testőrök, majd visszavitték a testőrök őrszobájába.
Roboám egyéb dolgai, minden tette megvan írva a Júda királyainak történetéről szóló könyvben. Állandó háborúskodás folyt Roboám és Jeroboám közt. Azután Roboám pihenni tért őseihez, és eltemették ősei mellé Dávid városában. Anyjának a neve Naamá volt. Ammonból származott. Utána a fia Abijá lett a király. A királyok első könyve, 15. rész. Abijá és Ászá uralkodása Júdában. Jeroboám királynak, Nebát fiának a 18. évében Abijá lett Júda királya. 3 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyának a neve Maaká volt, Abisálom leánya. Folytatta apjának a vétkeit, amelyeket az ő előtte elkövetett, és szíve nem volt olyan teljesen istené az úré, mint ősatjának, Dávidnak a szíve. Csak Dávidért adott neki istene az úr mécsest Jeruzsálemben, amikor fiában utódot támasztott, és megtartotta Jeruzsálemet. Dávid ugyanis azt tette, amit helyesnek lát az úr, és egész életén át semmiben sem tért el attól, amit parancsolt neki, kivéve a hettita úriás esetét. A Jeroboám és Roboám közötti háború tovább tartott Abijá életében is. Abijá egyéb dolgai és minden tette, megvan írva a Júda királyai történetéről szóló könyvben. Háború volt Abijá és Jeroboám között. Azután Abijá pihenni tért őseihez, és eltemették Dávid városában. Utána a fia Ászá lett a király. Jeroboámnak, Izrael királyának a 20. évében Ászá lett Júda királya. 41 évig uralkodott Jeruzsálemben, anyjának a neve Maaká volt, Abisálom leánya. Ászá azt tette, amit helyesnek lát az úr, ősatjához, Dávidhoz hasonlóan. Kiűzte a férfi paráznákat az országból, és eltávolította az összes bálványt, amelyet elődei készítettek. Még anyját, Maakát is megfosztotta anya királynői méltóságától, mert egy undorító bálványt csináltatott Aséra tiszteletére. Ászá azonban összetörette ezt az undorító bálványt, és elégettette a Kidrón pataknál. Bár az áldozóhalmok nem szűntek meg, Ászá szíve teljesen az úré volt egész életében. Bevitte az úrházába apja szent adományait és a maga szent adományait, ezüstöt, aranyat és egyéb tárgyakat. Háború Júda és Izrael között. Háború folyt Ászá és Izrael királya Baasá között egész életükben. Baasá, Izrael királya, Júda ellen vonult, és kiépítette Rámát, hogy ne lehessen Ászához, Júda királyához átmenni, vagy tőle átjönni. Ekkor Ászá fogta mindazt az ezüstöt és aranyat, ami megmaradt az úr templomának a kincstárában, és a királyi palota kincseivel együtt udvari embereire bízta, és elküldte Ászá király Benhadadhoz, Tabrimmon fiához, Hezjón unokájához, Arám királyához, aki Damaszkuszban lakott, ezzel az üzenettel. Szövetségesek vagyunk, azok voltak már apám és apád is. Nézd, küldök neked ajándékul ezüstöt és aranyat. Menj, bontsd fel a Baasával, Izrael királyával kötött szövetségedet, hogy vonuljon vissza innen. Benhadad hallgatott Ászá királyra, és hadserege vezéreit Izrael városai ellen küldte. Leverte Íjont, Dánt, Ábélbét Maakát, és egész Kinneretet, Naftáli egész földjével együtt. Amikor ez Baasá meghallotta, abba hagyta Rámá építését, és Tircában telepedett le. Ászá király pedig összehívta egész Júdát, senkit sem mentett föl, és elhordták Rámá köveit és gerendáit, amelyekkel Baasá építkezett. Ezekkel építette ki Ászá király Benyáminban Gebát és Micpát. Ászá egyéb dolgai, összes hős tette, mindaz, amit tett, és hogy milyen városokat építetett, megvan írva a Júda királyai történetéről szóló könyvben, kivéve azt, hogy öregségére megbetegedett a lába. Azután Ászá pihenni tért őseihez, és ősei mellé temették ősatja Dávid városában. Utána a fia Jósáfát lett a király. Nádáb és Baasá uralkodása Izraelben. Ászának,
Júda királyának a második évében Nádáb Jeroboám fia lett Izrael királya. 2 évig uralkodott Izraelben. Azt tette, amit rossznak lát az úr, apjának az útján járt, és abban a vétekben, amelyel az vétekbe vitte Izraelt. De az Issakár házából való Baasá, Ahijá fia, összeesküvés szőt ellene, és levágta őt Baasá Gibbetonnál, a filiszteusok városánál, amikor Nádáb egész Izraellel együtt Gibbetont ostromolta. Ászának, Júda királyának a 3. évében ölte meg őt Baasá, és lett helyette király. Amint király lett, kiirtotta Jeroboám egész háza népét. Egy lelket sem hagyott meg Jeroboám családjából, mind elpusztította őket az úr szava szerint, amelyet megmondott szolgája a sílói Ahijá által. Jeroboám vétkei miatt történt ez, aki vétkezett, és Izraelt is vétekbe vitte, meg a bosszúság miatt, amit az úrnak Izrael istenének okozott. Nádáb egyéb dolgai, mindaz, amit véghez vitt, megvan írva az Izrael királyai történetének könyvében. Háború folyt Ászá és Baasá Izrael királya között egész életükben. Ászának, Júda királyának a 3. évében lett az egész Izrael királya Baasá, Ahijá fia, Tircában 24 évig. Azt tette, amit rossznak lát az úr. Jeroboám útján járt, és abban a vétekben, amelyel az vétekbe vitte Izraelt. A királyok első könyve, 16. rész. Jövendőlés Baasá családja pusztulásáról. Az úr igéje így szólt Jéhuhoz, Hanáni fiához, Baasáról. Noha én kiemeltelek téged a porból, és népemnek, Izraelnek a fejedelmévé tettelek, te mégis Jeroboám útján jársz, és vétekbe viszed népemet, Izraelt, akik vétkeikkel bosszantanak engem. Ezért én elsöpröm Baasát és háza népét. Olyanná teszem házadat, mint Jeroboámnak, Nebát fiának a házát. Aki Baasá családjából a városban hal meg, azt a kutyák falják fel, aki pedig a mezőn hal meg, azt az égi madarak eszik meg. Baasá egyéb dolgai, amelyeket véghez vitt, és hőstettei megvannak írva az Izrael királyainak történetéről szóló könyvben. Azután Baasá pihenni tért őseihez, és eltemették Tircában. Utána fia Élá lett a király. Nem csak azért szólt az úr igéje, Jéhu próféta, Hanáni fia által Baasá és háza népe ellen, mert mindazt elkövette, amit rossznak lát az úr, és bosszantotta őt cselekedeteivel, és olyan volt, mint Jeroboám háza népe, hanem azért is, mert azt kiirtotta. Élá és Zimri uralkodása Izraelben. Ászának, Júda királyának a 26. évében Élá, Baasá fia lett Izrael királya Tircában 2 esztendeig. De összeesküvés szőtt ellene Zimri, az egyik embere, a harci kocsik felének parancsnoka. Élá ugyanis Tircában részegre itta magát arcának, a tircái palota felügyelőjének a házában. Eljött Zimri, levágta és megölte őt Ászának, Júda királyának 27. évében, és ő lett utána a király. Miután pedig király lett és trónra ült, kiirtotta Baasá egész háza népét, nem hagyott meg egy férfit se belőle, se rokont, se barátot. Így pusztította ki Zimri Baasá egész háza népét az úr szava szerint, amelyet megmondott Baasáról, Jéhu próféta által, Baasá minden vétkéért és fiának, Élának a vétkeiért, mert vétkeztek, és vétekbe vitték Izraelt, tehetetlen bálványaikkal bosszantva az urat, Izrael istenét. Élának egyéb dolgai, és mindaz, amit véghez vitt, megvan írva az Izrael királyainak történetéről szóló könyvben. Omri uralkodása Izraelben. Ászának, Júda királyának a 27. évében 7 napig volt király Zimri Tircában. A hadinépekkor a filiszteusokhoz tartozó Gibbetont ostromolta. Amikor az ostromló hadinép meghallotta, hogy összeesküvés szőtt Zimri, és hogy a királyt is megölte, akkor egész Izrael a hadsereg parancsnokot, Omrit tette meg Izrael királyává még azon a napon a táborban. Azután fölvonult Omri
egész Izraellel együtt Gibbetonból, és körülzárták Tircát. Zimri pedig látva, hogy a várost elfoglalják, fölment a királyi palota tornyába, magára gyújtotta a királyi palotát, és meghalt. Vétkei miatt történt ez. Vétkezett, amikor azt tette, amit rossznak lát az úr. Jeroboám útján járt, és vétkével, amit elkövetett, Izraelt is vétekbe vitte. Zimri egyéb dolgai és az általa szőtt összeesküvés megvan írva az Izrael királyainak történetéről szóló könyvben. Izrael népe ekkor két pártra szakadt. A nép egyik fele Tibni, Ginat fia pártjára állt, és őt akarta királlyá tenni, a másik fele pedig Omri pártjára állt. De az Omrival tartó nép erősebb volt, mint az a nép, amely Tibni, Ginat fiának a pártjára állt. Meghalt hát Tibni is, és Omri lett a király. Ászának, Júda királyának a 31. évében lett Omri Izrael királya, 12 évig. 6 évig Tircában uralkodott. Akkor megvette Samária hegyét Semertől, 2 talentum ezüstért, majd beépítette a hegyet, és azt a várost, amelyet épített, a hegy gazdájáról, Semerről, Samáriának nevezte el. De Omri azt tette, amit rossznak lát az úr, rosszabb volt minden elődjénél. Mindenben Jeroboámnak, Nebát fiának az útján járt, és abban a vétekben, amelyel vétekbe vitte Izraelt, tehetetlen bálványokkal bosszantva az urat, Izrael istenét. Omri egyéb dolgai, amelyeket művelt, és hőstettei, amelyeket véghez vitt, megvannak írva az Izrael királyainak történetéről szóló könyvben. Azután Omri pihenni tért őseihez, és eltemették Samáriában. Utána a fia, Aháb lett a király. Aháb uralkodása Izraelben. Aháb, Omri fia, Ászának, Júda királyának a 38. évében lett Izrael királya. 22 évig volt Aháb, Omri fia, Izrael királya Samáriában. Aháb, Omri fia azt tette, amit rossznak lát az úr, még inkább, mint valamennyi elődje. Nem csak folytatta Jeroboámnak, Nebát fiának a vétkeit, hanem feleségül vette Jezabelt, a Szidónia királyának, Edbaalnak a leányát, és Baalt kezdte tisztelni és imádni. Oltárt is állított neki a Baal templomban, amelyet Samáriában épített. Készítetett Aháb egy aséra szobrot is, és többet bosszantotta tetteivel Aháb az urat, Izrael istenét, mint ő előtte Izrael bármelyik királya. Az ő idejében építette újjá Bételi Hiél Jerikót. Elsőszülött fián Abirámon vetette meg annak az alapját, és legkisebb fián Szegúbon állította fel a kapuját, az úr szava szerint, amelyet megmondott Józsué Nun fia által. A királyok első könyve, 17. rész, Illés története. A Gileádban lakó Tisbei Illés ezt mondta Ahábnak. Az élő úrra, Izrael istenére mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmad, sem eső, amíg én azt nem mondom. Ezután így szólt hozzá az úr igéje. Eredj el innen, menj kelet felé, és rejtőzz el a Kerit patak mellett, a Jordántól keletre. A patakból majd ihatsz, a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy gondoskodjanak ott rólad. Elment tehát, és az úr igéje szerint járt el. Odaérve letelepedett a Kerit patak mellett, a Jordántól keletre. A hollók hordtak neki kenyeret és húst reggel, kenyeret és húst este, a patakból pedig ihatott. Egy idő múlva azonban kiszáradt a patak, mert nem volt eső az országban. Illés a sareptai özvegynél. Ekkor így szólt hozzá az úr igéje. Kelj föl, és menj el a Szidónhoz tartozó sareptába, és maradj ott. Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Fölkelt tehát, és elment sareptába. Amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy özvegyasszony, aki fát szedegetett. Oda kiáltott neki, és ezt mondta. Hozd nekem egy kis vizet valamilyen edényben, hadd igyam. Amikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és ezt mondta. Hozd nekem egy falat kenyeret is magaddal. De az asszony így felelt.
A te istenedre, az élő úrra mondom, hogy nincs miből. Csak egy marék liszt van a fazekamban, és egy kevés olaj a korsomban. Éppen most szedegetek pár darab fát, hogy hazamenve kisüssem azt magamnak és a fiamnak. Azt most megesszük, azután meghalunk. Illés azonban ezt mondta neki. Ne félj, csak menj, és tégy úgy, ahogyan mondtad. De előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozd ki nekem. Magadnak és a fiadnak csak azután készíts. Mert így szól az Úr, Izrael istene. A lisztes fazék nem ürül ki, és az olajos korsó nem fogy ki addig, amíg az Úr esőt nem bocsát a földre. Az asszony elment, és Illés szavai szerint járt el, és evett ő is, meg az asszony, és a háza népe is minden nap. A lisztes fazék nem ürült ki, az olajos korsó sem fogyott ki az Úr ígérete szerint, ahogy igéjében Illés által megmondta az Úr. Történt ezek után, hogy megbetegedett az asszonynak, a ház úrnőjének a fia, és betegsége olyan súlyossá vált, hogy már nem is lélegzett. Az asszony így szólt Illéshez. Mi bajod van velem, Isten embere? Azért jöttél hozzám, hogy emlékeztess bűnömre, és megöld a fiamat? Ő ezt mondta neki. Add ide a fiadat, és kivette az öléből, felvitte a felső szobába, ahol lakott, és az ágyra fektette. Majd az Úrhoz kiáltott, és ezt mondta. Istenem, Uram, még bajt is hozol erre az özvegyre, akinek én a vendége vagyok, és megölöd a fiát. Azután háromszor ráborult a gyermekre, és így kiáltott az Úrhoz. Istenem, Uram, térjen vissza a lélek ebbe a gyermekbe. Az Úr meghallgatta Illés szavát, a lélek pedig visszatért a gyermekbe, és az fölé lett. Illés ekkor fogta a gyermeket, levitte a felső szobából a házba, odaadta az anyjának, és ezt mondta Illés. Nézd, él a fiad! Az asszony így felelt Illésnek. Most már tudom, hogy te Isten embere vagy, és hogy igaz a te szádban az Úr igéje. A királyok első könyve 18. rész. Aháb üldözi Illést. Hosszú idő múlva, a harmadik esztendőben, így szólt az Úr igéje Illéshez. Eredj, jelenj meg Ahábnál, mert esőt akarok adni a földre. Illés tehát elment, hogy megjelenjen Ahábnál. Samáriában súlyos éhínség volt. Ekkor Aháb hívatta Óbadját, a palota felügyelőjét. Óbadjá igen félte az urat. Mert amikor Jezábel ki akarta írtani az Úr prófétáit, Óbadjá magához vett 100 prófétát, és elrejtette őket 50-enként egy-egy barlangba, és ellátta őket kenyérrel és vízzel. Aháb ezt mondta Óbadjának. Menj el az ország összes forrásához, és minden patakjához. Talán akad fű, és életben hagyhatjuk a lovakat és összvéreket, és nem kell levágnunk az állatokat. Fölosztották azért maguk között az országot, hogy ki mit járjon be. Aháb külön ment az egyik úton, Óbadjá is külön ment egy másikon. Miközben Óbadjá úton volt, egyszer csak előtte termett Illés. Óbadjá fölismerte, arcra borult, és ezt kérdezte. Te vagy az uram, Illés? Ő így felelt neki. Én vagyok. Eredj, mondd meg uradnak, hogy itt van Illés. De ő ezt mondta. Mit vétettem, hogy Aháb kezébe akarod adni a te szolgádat, hogy megöljön? Az élő Úrra, a te Istenedre mondom, hogy nincs nép sem ország, ahová el ne küldött volna az én uram, hogy felkutasson téged. Ha azt mondták, nincs itt, akkor meg is eskedte azt az országot és népet, hogy nem találtak meg téged. És most te mondod, eredj és mondd meg a te uradnak, hogy itt van Illés. Megeshet, hogy amikor elmegyek tőled, elragad téged az Úr lelke, nem is tudom hová. Ha én megyek, és hírt viszek Ahábnak, ő pedig nem talál itt téged, akkor megöl engem, pedig a te szolgád féli az urat ifjúkorától fogva. Nem mondták meg neked, uram, hogy mit tettem, amikor Jezábel öldökölte az Úr prófétáit? Elrejtettem az Úr prófétái közül 100-at, 50-enként egy-egy barlangba, és elláttam őket kenyérrel és vízzel. Most mégis ezt mondod, eredj és mondd meg a te uradnak, hogy itt van Illés. Ő meg fog ölni engem.
De Illés így felelt. A seregek élő urára mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy még ma megjelenek előtte. Elment tehát Ubadjá Aháb elé, hogy jelentést tegyen neki, Aháb pedig Illés elé ment. Amikor Aháb meglátta Illést, ezt mondta neki Aháb. Te vagy az, Izrael megrontója. Ő így felelt. Nem én döntöm romlásba Izraelt, hanem te és a te atyád háza, mert elhagytátok az Úr parancsolatait, és te a baalokat követed. Most azért üzenj, gyűjtsd ide hozzám a Karmelhegyre egész Izraelt, meg Baal 450 prófétáját, Aséra 400 prófétájával együtt, akik Jezábel asztaláról élnek. Isten ítélet a Karmelhegyen. Akkor elküldött Aháb Izrael fiaiért, és összegyűjtötte a prófétákat a Karmelhegyre. Illés pedig odalépett az egész nép elé, és így szólt. Meddig sántikáltok még két felé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig Baal, akkor őt kövessétek. De a nép nem felelt egy szót sem. Akkor Illés ezt mondta a népnek. Én maradtam az Úr egyetlen prófétája, Baal prófétái pedig 450-en vannak. Adjanak nekünk két bikát, ők válasszák ki maguknak az egyik bikát, darabolják föl, és rakják a fahasábokra, de tüzet ne gyújtsanak. Én is elkészítem a másik bikát, rárakom a fahasábokra, de tüzet én sem gyújtok. Ezután hívjátok segítségül a ti istenetek nevét, és én is segítségül hívom az Úr nevét. Amelyik Isten tűzzel felel, az az Isten. Erre az egész nép megszólalt, és ezt mondta. Jó lesz így. Illés ezután így szólt Baal prófétáihoz. Válasszátok ki az egyik bikát, és készítsétek el először ti, mert ti vagytok többen, és hívjátok segítségül istenetek nevét, de tüzet ne gyújtsatok. Ők fogták a nekik jutott bikát, elkészítették, és segítségül hívták Baal nevét, így szólongatva őt reggeltől egészen délig. Ó, Baal, felelj nekünk! De nem jött válasz, és nem felelt senki. Eközben ott sántikáltak az oltár körül, amelyet készítettek. Délben aztán Illés gúnyolni kezdte őket, és ezt mondta. Kiáltsatok hangosabban, hiszen Isten ő. Talán elmélkedik, vagy a dolgát végzi, vagy úton van, vagy talán alszik, és majd fölébred. Erre elkezdtek hangosan kiáltozni, és szokásuk szerint összevagdosták magukat kardjukkal és dárdájukkal, míg el nem borította őket a vér. Dél elmúltával révületbe estek, egészen az áldozat idejéig, de nem jött válasz, nem felelt, és nem figyelt rájuk senki. Akkor Illés ezt mondta az egész népnek. Gyertek ide hozzám! Erre odament hozzá az egész nép, ő pedig helyreállította az Úr lerombolt oltárát. Fogott Illés 12 követ, a Jákob fiaitól származó törzsek száma szerint. Jákobhoz szólt így az Úr szava, Izrael lesz a neved. A kövekből oltárt épített az Úr nevében, azután árkot húzott az oltár körül, amelybe két véka vetőmag is belefért volna. Azután elrendezte a fahasábokat, földarabolta a bikát, és rárakta a fahasábokra. Majd ezt mondta, töltsetek meg 4 vödröt vízzel, és öntsétek az áldozatra, meg a fahasábokra. Azután ezt mondta, ismételjétek meg. És megismételték. Újra mondta, harmadszor is tegyétek meg. Megtették harmadszor is, úgy, hogy a víz már folyt az oltár körül, és az árok is megtelt vízzel. Az áldozat bemutatása idején odalépett Illés próféta, és ezt mondta. Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene! Hadd tudják meg a mai napon, hogy te vagy az Isten Izraelben, én pedig a te szolgád vagyok, és mindezt a te parancsodra tettem. Felelj nekem, uram, felelj nekem, hadd tudja meg ez a nép, hogy te az Úr vagy az Isten, és fordítsd vissza a szívüket. Akkor lecsapott az Úr tüze, és fölemésztette az égő áldozatot és a fahasábokat, a köveket és a port, az árokban levő vizet pedig felnyalta. Amikor látta ezt az egész nép, arcra borult, és ezt mondogatta. Az Úr az Isten, az Úr az Isten. Illés pedig ezt mondta nekik.
ragadjátok meg Baal prófétáit, senki sem menekülhessen el közülük, és megragadták őket. Illés levitette őket a Kíson patak mellé, és ott lemészárolta őket. Ezután Illés ezt mondta Ahábnak: menj föl, egyél és igy áll, mert esőzúgása hallatszik. Aháb fölment, hogy egyék és igyék. Illés pedig fölment a Karmel tetejére, a földre kuporodott, és arcát a térdei közé rejtette. Így szólt a szolgájához: menj föl, és figyeld a tengert. Az fölment, figyelte egy darabig, majd ezt mondta: nincs ott semmi. Illés ezt mondta: menj vissza hétszer. Hetedszerre ezt mondta a szolga: most egy tenyérnyi kis felhő emelkedik föl a tengerből. Ő azt felelte: eredj és mondd meg Ahábnak, fogass be és indulj, míg föl nem tartóztat az eső. Mindeközben viharfelhők sötétítették el az eget, és zuhogni kezdett az eső. Aháb ekkor harci kocsira szállt, és Jezreelbe ment. Az úr keze pedig Illéssel volt, és ő, feltűrve övébe a ruhája alját, Aháb előtt futott a Jezreelbe vezető útig. A királyok első könyve, 19. rész. Jezábel üldözi Illést. Amikor Aháb elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jezábel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel: úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt, felkerekedett és ment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdai Beér-Sebába. Legényét otthagyta, ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre. Odaért egy rekettye bokorhoz, és leült alá. Azt kívánta, bárcsak meghalna, és így szólt: elég most már, uram, vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Azután lefeküdt, és elaludt a rekettye bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki: kelj föl, egyél. Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél ott van egy forró, kövön sült lángos és egy korsó víz. Evett, ivott, majd újra lefeküdt. Az úrangyala másodszor is visszatért, megérintette és ezt mondta: kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted. Ő fölkelt, evett és ivott, majd annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. Illés a Hóreb hegyen. Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az úr igéje: mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt: sokat buzgolkodtam az úrért, a seregek istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Az úr ezt mondta: gyere ki, és állj a hegyre az úr színe elé. És amikor elvonult az úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az úr előtt, de az úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett, de az úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt, de az úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá: mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt: sokat buzgolkodtam az úrért, a seregek istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Ekkor azt mondta neki az úr: menj, kelj ismét útra a pusztán át Damaszkuszba, és amikor odaérsz, kent fel hazáért Arám királyává. Azután Jéhút, Nimsi fiát kent fel Izrael királyává, Elizeust, az Ábél-Mehulái Sáfát fiát pedig kent fel prófétává magad helyett. És aki majd megmenekül hazáér kardjától, azt Jéhú öli meg, és aki megmenekül Jéhú kardjától, azt Elizeus öli meg. De meghagyok Izraelben 7000 embert, minden térdet, amely nem hajolt meg Baal előtt,
és minden szájat, amely nem csókolta meg őt. Elizeus Illés próféta utódja. Amikor elment onnan, rátalált Elizeusra, Sáfát fiára, aki éppen szántott. 12 pár ökör ment előtte, ő maga a 12-nél volt. Amikor Illés elment mellette, rádobta a palástját. Akkor ő otthagyta az ökröket, Illés után futott, és ezt mondta. Hadd csókoljam meg apámat és anyámat, azután követlek. Ő azt felelte. Menj, de térj vissza, ne feledd, hogy mit tettem veled. Elizeus otthagyta őt, de aztán vette az egyik pár ökröt, levágta, és az ökrök szerszámából rakott tüzön, megfőzte a húst, odaadta a népnek, és ettek. Ő pedig elindult, követte Illést, és a szolgálatába állt. A királyok első könyve, 20. rész. Aháb háborúja az arámokkal. Ben-hadad, Arám királya, összegyűjtötte egész haderejét. 32 király volt vele lovakkal és harci kocsikkal, így vonult Samária ellen, körülzárta és ostrom alá vette. Követeket küldött Aháphoz, Izrael királyához a városba, és ezt üzente neki. Így szól Ben-hadad, ezüstöd és aranyad az enyém, legszebb feleségeid és fiaid is enyémek. Izrael királya így válaszolt. Ahogy mondod, uram királyom, tied vagyok én és mindenem. A követek megint eljöttek, és ezt mondták. Így szól Ben-hadad, megüzentem neked, hogy add nekem ezüstödet, aranyadat, feleségeidet és fiaidat. Ezért holnap ilyenkor elküldöm hozzád az embereimet. Azok átkutatják palotádat és embereid házait, és ami csak kedves a számodra, mindazt magukhoz veszik és elhozzák. Akkor Izrael királya összehívta az ország véneit, és ezt mondta. Értsétek meg, lássátok be, hogy a vesztemet akarja. Pedig amikor elküldött hozzám a feleségeimért, fiaimért, ezüstömért és aranyomért, semmit sem tagadtam meg tőle. A vének meg az egész nép ezt mondta neki. Ne hallgass rá, és ne engedj neki. Ekkor ő így szólt Ben-hadad követeihez. Mondjátok meg az én uramnak, a királynak, mindazt megteszem, amit először üzentél a te szolgádnak, de ezt a másik dolgot nem tehetem meg. A követek elmentek, és megvitték a választ. Akkor Ben-hadad ezt az üzenetet küldte neki. Úgy segítsenek engem az istenek most és ezután is, hogy Samáriának a porából még egy-egy marékkal sem fog jutni az utánam jövő hadinépnek. Izrael királya így válaszolt. Mondjátok meg neki, hogy aki kardot köt, ne kérkedjék úgy, mintha már lecsatolta volna. Amint ezt a választ meghallotta Ben-hadad, aki éppen a királyokkal együtt dőzsölt a sátrakban, sorakozót rendelt el az embereinek. Azok föl is sorakoztak a város ellen. Akkor egy próféta lépett Aháb, izraeli király elé, és így szólt. Ezt mondja az úr. Látod ezt a nagy tömeget? Én ma a kezedbe adom ezt, és akkor megtudod, hogy én vagyok az úr. Aháb ezt kérdezte. Kik által? Ő így felelt. Ezt mondja az úr. A tartományi vezérek katonái által. Ki kezdje meg a harcot? Kérdezte Aháb. Ő így felelt. Te magad. Ekkor Aháb számba vette a tartományi vezérek katonáit, ők 232-en voltak, azután számba vette az egész hadinépet, csupa Izraelit, ők 7000-en voltak. Amikor délben kivonultak, Ben-hadad már részegre itta magát a sátrakban, azzal a 32 királlyal együtt, akik segítették. Először a tartományi vezérek katonái vonultak ki. Ben-hadad embereket küldött oda, s azok jelentették, hogy Samáriából emberek vonultak ki. Ő azt mondta, ha békés szándékkal jöttek, fogjátok el őket élve, ha pedig harcolni jöttek, akkor is élve fogjátok el őket. Közben a tartományi vezérek katonái kivonultak a városból, utánuk pedig a haderő. Mindenki levágta a maga ellenfelét, és megfutamodott Arám, Izrael pedig üldözőbe vette. Arám királyának, Ben-hadadnak sikerült lóháton elmenekülnie harci kocsijának a lovain. Kivonult Izrael királya is, vágta a lovakat és a harci kocsikat, és nagy vereséget mért Arámra. Akkor a próféta odalépett Izrael királyához,
és ezt mondta neki. Menj és készülődj. Értsd meg és lásd be, hogy mit kell tenned, mert egy év múlva Arám királya ismét ellened vonul. Aháb újabb győzelme Ben-Hadad fölött. Arám királyának ezt mondták az emberei. A hegyek istene az ő istenük, azért voltak erősebbek nálunk. De ha a síkságon ötközünk meg velük, biztosan mi leszünk az erősebbek. Tégy azért a következőképpen. Távolítsd el mindegyik királyt és helytartókat nevez ki a helyükre. Azután szervez magadnak olyan haderőt, amilyet elvesztettél, továbbá ugyanannyi lovat és harci kocsit, mint amennyi volt. Azután ütközzünk meg velük a síkságon, és biztosan mi leszünk az erősebbek. Ben-Hadad hallgatott a szavukra, és úgy tett. Egy esztendő múlva Ben-Hadad számba vette az arámokat, azután Afék ellen vonult, hogy megütközzék Izraellel. Izrael fiait is összeszámlálták, ellátták őket élelemmel, és így indultak az arámok ellen. Izrael fiainak a tábora olyan volt amazokhoz képest, mint két kis kecskenyáj, az arámok viszont ellepték a földet. Akkor előlépett az Isten embere, és ezt mondta Izrael királyának. Így szól az Úr, mivel azt mondták az arámok, hogy az Úr a hegyek istene, de a völgyeknek nem istene, azért ezt az egész nagy tömeget a kezedbe adom, és akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. 7 napig táboroztak egymással szemben, a 7. napon azután csatára került sor. Izrael fiai levágtak 100 000 arámgyalogost egyetlen napon. A megmaradtak Afék városába menekültek, de a várfal rászakadt a megmaradt 27 000 emberre. Ben-Hadad is a városba menekült, és szobáról szobára bujkált. Emberei ezt mondták neki. Azt hallottuk, hogy Izrael házának a királyai könyörületes királyok. Vegyünk zsákruhát a derekunkra, és kötelet a fejünkre, úgy menjünk Izrael királya elé. Talán megkíméli az életed. Zsákruhát öltöttek tehát a derekukra, a fejükre pedig kötelet kötöttek, és úgy járultak oda Izrael királyához. Így szóltak. Szolgád, Ben-Hadad ezt üzeni. Kíméld meg az életem. Aháb megkérdezte. Hát él még? Testvérem ő. Azok ezt jó jelnek vették, és sietve bizonygatni kezdték, igen, a te testvéred Ben-Hadad. Ő ezt mondta. Menjetek, hozzátok ide. Ben-Hadad kijött hozzá, ő pedig felsegítette maga mellé a harci kocsira. Ben-Hadad ezt mondta neki. Visszaadom azokat a városokat, amelyeket apám elvett a te apádtól, és rendezd be magadnak bazár utcákat Damaszkuszban, amilyeneket az én apám rendezett be Samáriában. Én pedig, felelte Aháb, szövetséggel bocsátlak el téged. Szövetséget kötötte hát vele, és elbocsátotta őt. Egy próféta tanítvány ezt mondta társának az Úr parancsára. Üss meg engem! De az nem akarta megütni. Akkor ezt mondta neki. Mivel nem hallgattál az Úr szavára, egy oroszlán terít le téged, amint eltávozol tőlem. Miután eltávozott tőle, rá is talált egy oroszlán, és leterítette. Talált azután egy másik férfit, és ezt mondta. Üss meg engem! Ez a férfi úgy megütötte, hogy meg is sebesült. Akkor elment a próféta, és várta királyra az úton, de felismerhetetlenné tette magát egy kötéssel a szemén. Amikor a király arra ment, ő így kiáltott a királyhoz. A te szolgád részt vett az ütközetben. Egyszer csak arra jött valaki, és odahozott hozzám egy embert, és ezt mondta. Őrizd ezt az embert! De ha nem vigyázol rá, életeddel felelsz az életéért, vagy fizetsz egy talentum ezüstöt. Szolgádnak azonban itt is, ott is akadt tennivalója, az az ember pedig eltűnt. Izrael királya ezt mondta neki. Ez a te ítéleted, magad döntöttél. Ekkor az gyorsan levette szeméről a kötést, Izrael királya pedig fölismerte, hogy a próféták közül való. A próféta ezt mondta neki. Így szól az Úr, mivel kiengedted kezedből azt az embert, akit én kiírtásra szántam, életéért, életeddel, népéért, népeddel felelsz. Izrael királya ezután elkeseredve és haragosan hazament,
és megérkezett Samáriába. A királyok első könyve 21. rész Nábót szőlője. Ezek után a következő dolog történt. A jezrieli Nábótnak szőlője volt Jezrielben, Samária királyának, Ahábnak a palotája mellett. Egyszer Aháb így szólította meg Nábótot. Add nekem a szőlődet, hadd legyen az veteményes kertem, mert közel van a házamhoz. Adok helyette jobb szőlőt, vagy ha jónak látod, pénzben adom meg az árát. Nábót így felelt Ahábnak. Az úr őrizzen meg attól, hogy odaadjam neked atyai örökségemet. Aháb elkeseredve és haragosan ment haza a válasz miatt, amelyet a jezrieli Nábót adott neki, amikor ezt mondta. Nem adom neked atyai örökségemet. Lefeküdt az ágyára, a falnak fordult és nem evett semmit. A felesége Jezábel azonban odament hozzá, és így szólt. Min keseredett el úgy a lelked, hogy semmit sem eszel? Ő így válaszolt. Beszéltem a jezrieli Nábóttal. Kértem, hogy adja el nekem a szőlőjét, vagy ha úgy tetszik neki, szőlőt is adhatok helyette, de ő azt mondta, hogy nem adja nekem a szőlőjét. A felesége, Jezábel ezt mondta neki. Hát nem te uralkodsz most Izraelben? Kelj föl, egyél, ne búslakodj. Majd én megszerzem neked a jezrieli Nábót szőlőjét. Ekkor leveleket írt Aháb nevében, lepecsételte annak gyűrűjével, és elküldte a leveleket azoknak a véneknek és nemeseknek, akik Nábóttal egy városban laktak. A levelekben ezt írta. Hirdessetek böjtöt, és ültessétek Nábótot a nép élére. Vele szembe pedig ültessetek két hitványembert, akik így tanúskodjanak ellene. Átkoztad Istent és a királyt, azután vigyétek ki, és kövezzétek agyon. A város polgárai, a vének és a nemesek, akik abban a városban laktak, úgy is tettek, ahogy a Jezábel megüzente nekik, ahogyan a nekik küldött levelekben írta. Böjtöt hirdettek, és Nábótot a nép élére ültették. Oda jött a két hitványember is, leültek vele szemben, és ezek a hitványemberek így tanúskodtak Nábót ellen a nép előtt. Átkozta Nábót Istent és a királyt, ezért kivitték őt a városból, és halára kövezték. Azután megüzenték Jezábelnek. Halára kövezték Nábótot. Amikor Jezábel meghallotta, hogy halára kövezték Nábótot, így szólt Jezábel Ahábhoz. Kelj föl, vedd birtokba a jezrieli Nábót szőlőjét, amelyet nem akart eladni neked, mert nem él már Nábót, hanem meghalt. Amikor Aháb meghallotta, hogy Nábót meghalt, fölkelt Aháb, lement a jezrieli Nábót szőlőjébe, és birtokba vette azt. Illés ítéletet hirdet. Ekkor így szólt az úr igéje a tisbei Illéshez. Eredj, menj el Aháb izraeli király elé, aki Samáriában lakik, de most éppen Nábót szőlőjében van, ahová azért ment, hogy birtokba vegye. Így beszélj hozzá. Ezt mondja az úr. Öltél, és még birtokot is szereztél? Azután így beszélj hozzá. Ezt mondja az úr. Ahol a kutyák felnyalták Nábót vérét, ugyanott nyalják fel a kutyák a te véredet is. Aháb így felelt Illésnek. Rám találtál ellenségem. Ő ezt mondta. Rád találtam, mivel arra vetemettél, hogy olyat tégy, amit rossznak lát az úr. Ezért én veszedelmet hozok rád, és kisöpörlek téged. Kiírtom Izraelből Aháb férfi utódait, apraját, nagyját. Olyanná teszem házadat, mint Jeroboámnak, Nebát fiának a házát, és mint Baasának, Ahijá fiának a házát a bosszúságért, amelyet nekem okoztál, és vétekbe vitted Izraelt. Jezábelről pedig így szól az úr. A kutyák eszik meg Jezábelt Jezriel falánál. Aki Aháb családjából a városban hal meg, azt a kutyák eszik meg. Aki pedig a mezőn hal meg, azt az égi madarak eszik meg. Nem volt senki, aki annyira elvetemült lett volna, mint Aháb, aki folyton csak azt tegye, amit rossznak lát az úr, mert félrevezette a felesége, Jezábel. Igen sok utálatosságot követett el azzal is, hogy a bálványokat követte, éppen úgy, ahogyan az emóriak tették, akiket kiűzött az úr Izrael fiai elől. Amikor Aháb meghallotta ezeket a szavakat, megszaggatta ruháját, zsákruhát vett magára,
böjtölt, zsákruhában is hált, és csöndesen járt kelt. Ekkor így szólt az Úr igéje a Tisbei illéshez. Látod, mennyire megalázta magát előttem Aháb? Mivel megalázta magát előttem, az ő idejében nem hozom rá azt a veszedelmet, majd csak a fia idejében hozok veszedelmet a házára. A királyok első könyve, 22. rész. Háború Rámót Gileádért. Három esztendeig békében éltek, nem volt háború Arám és Izrael között. A harmadik esztendőben azonban, amikor Jósáfát, Júda királya elment Izrael királyához, Izrael királya így szólt udvari embereihez. Jól tudjátok, hogy Rámót Gilead a miénk, és mi mégis tétlenkedünk, ahelyett, hogy visszavennénk Arám királyától. Jósáfáttól pedig ezt kérdezte. Eljössz-e velem harcolni Rámót Gileádért? Jósáfát így felelt Izrael királyának. Elmegyek én épp úgy, mint te, az én népem épp úgy, mint a te néped, az én lovaim épp úgy, mint a te lovaid. De Jósáfát ezt mondta Izrael királyának. Kérdezd meg előbb az Úr igéjét. Izrael királya ezért összegyűjtötte a prófétákat, mint egy 400 embert, és megkérdezte tőlük. Elmenjek-e harcolni Rámót Gileádért, vagy letegyek róla? Ők így feleltek. Vonulj föl, mert az Úr a király kezébe adja azt. Jósáfát azonban ezt kérdezte. Nincs itt az Úrnak több prófétája, akit megkérdezhetnénk? Izrael királya így felelt Jósáfátnak. Van még valaki, aki által megkérdezhetnénk az Urat, de én gyűlölöm őt, mert sohasem prófétál nekem jót, hanem csak rosszat. Mikájehu, Jimlá fia az. Jósáfát erre így szólt. Ne mondjon ilyet a király. Mikájehu proféciája. Ekkor Izrael királya odahívta az egyik udvarnokát, és ezt mondta. Siess Mikájehuért, Jimlá fiáért. Izrael királya és Jósáfát, Júda királya, ott ült díszruhába öltözve egy-egy trónon, Samária kapujában, a bejárat előtti téren, a proféták pedig mind ott profétáltak előttük. Citkíja, Kenaaná fia, vasszarvakat készített magának, és ezt mondta. Így szól az Úr, ezekkel ökleled Arámot, míg csak el nem pusztítod. A proféták mindnyájan így profétáltak. Vonulj föl Rámót Gilead ellen, és sikerrel jársz. Az Úr a király kezébe adja azt. A követ pedig, aki elment, hogy elhívja Mikájehút, így szólt hozzá. Nézd, a proféták egyhangulag jót ígérnek a királynak. Mondd azért te is ugyanazt, amit ők, és ígér jót. De Mikájehú így felelt. Az élő Úrra esküszöm, hogy csak azt fogom mondani, amit az Úr mond nekem. Amikor odaért a király megkérdezte tőle. Mikájehú, elmenjünk-e harcolni Rámót Gileádért, vagy letegyünk róla? Ő így felelt neki. Vonulj föl, és járj szerencsével. Az Úr a király kezébe adja azt. A király azonban ezt mondta neki. Hányszor eskesselek meg, hogy csak igazat mondj nekem az Úr nevében? Erre az így felelt. Láttam egész Izraelt szétszóródva a hegyeken, mint a juhok, melyeknek nincsen pásztora. Az Úr pedig ezt mondta. Nincs ezeknek gazdájuk, térjen haza mindenki békével. Ekkor Izrael királya így szólt Jósáfáthoz. Ugye megmondtam neked, hogy nem prófétál ez nekem jót, csak rosszat. Mikájehú pedig ezt mondta. Halld meg az Úr igéjét. Láttam az Urat trónján ülve, és az egész mennyei sereg ott állt a jobbján és balján. És ezt mondta az Úr. Ki fogja rászedni Ahábot, hogy felvonuljon és elessék Rámót Gileádnál? Erre az egyik ezt mondta, a másik azt mondta. De előlépett egy lélek, megállt az Úr előtt, és így szólt. Majd én rászedem őt. Az Úr ezt kérdezte tőle. Hogyan? Az így felelt. Elmegyek, és hazug lélek leszek minden prófétája szájában. Az Úr pedig így szólt. Így csak ugyan rá tudod szedni. Menj és tégy így. Íme, így adott az Úr hazug lelket valamennyi prófétát szájába. Az Úr kimondta vesztedet. Ekkor odalépett Citkíjá, Kenaaná fia, arcul ütötte Mikájehút, és ezt mondta.
Talán eltávozott tőlem az Úr lelke, és csak veled beszél? Mikájehu így felelt. Majd meglátod azon a napon, amikor rejtek helyet keresve szobáról szobára mész. Akkor ezt parancsolta Izrael királya. Fogd Mikájehút, vidd Ámon városparancsnokhoz, és Jóáshoz, a király fiához, és mondd. Ezt parancsolja a király. Vessétek börtönbe, és ételből meg italból csökkentett adagot adjatok neki, amíg vissza nem térek sértetlenül. Mikájehú így szólt. Ha csak ugyan visszatérsz sértetlenül, akkor nem az Úr beszélt általam. És hozzátette, halljátok meg mind, ti népek. Aháb halála. Azután fölvonult Izrael királya és Jósáfát, Júda királya, Rámót Gilád ellen. Izrael királya ezt mondta Jósáfátnak, én áruhába öltözöm, és úgy megyek a csatába, de te csak öltözz a magad ruhájába. Izrael királya tehát áruhába öltözött, és úgy ment a csatába. Arám királya pedig ezt parancsolta a harci kocsik parancsnokainak, akik 32-en voltak. Ne támadjatok se kicsit, se nagyot, csak Izrael királyát. Amikor a harci kocsik parancsnokai meglátták Jósáfátot, ezt gondolták. Csak ő lehet Izrael királya. Ellene fordultak tehát, hogy megtámadják. Jósáfát azonban kiáltozni kezdett, ekkor a harci kocsik parancsnokai látták, hogy nem ő Izrael királya, és elfordultak tőle. Egy ember pedig csak úgy találomra kilőtt egy nyilvesszőt, és eltalálta Izrael királyát a szíjak és a páncél között. Ekkor megparancsolta a kocsi hajtójának, fordulj meg, és vigyél ki a táborból, mert megsebesültem. Mivel azonban az ütközet egyre hevesebbé vált azon a napon, a királynak állva kellett maradnia a harci kocsiában, az arámokkal szemben. Estére azután meghalt, mert a vére elfolyt sebéből a harci kocsi belsejébe. Napnyugtakor ez a kiáltás futott végig a táborom. Mindenki a városába, mindenki a hazájába, mert meghalt a király. Miután megérkeztek Samáriába, eltemették a királyt Samáriában. A harci kocsit Samária tavában mosták le, vérét kutyák nyalták fel, és parázna nők mosakodtak ott, az Úr igéje szerint, ahogyan megmondta előre. Ahábnak egyéb dolgai, mindaz, amit véghez vitt, az elefántcsont palota, amelyet építetett, és mindazok a városok, amelyeket felépítetett, le vannak írva az Izrael királyainak történetéről szóló könyvben. Azután Aháb pihenni tért őseihez, utána a fia, Ahaziá lett a király. Jósáfát, Júda királya. Jósáfát, Ászá fia, Ahábnak, Izrael királyának a negyedik évében lett Júda királya. 35 éves volt Jósáfát, amikor király lett, és 25 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Azubá volt, Silhi leánya. Mindenben apjának, Ászának az útján járt, nem tért le róla. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr. Csak az áldozóhalmok nem szűntek meg, a nép továbbra is áldozott és töményezett az áldozóhalmokon. Jósáfát békességben élt Izrael királyával. Jósáfát egyéb dolgai és hőstettei, amelyeket véghez vitt, és hogy milyen háborúkat viselt, meg vannak írva a Júda királyainak történetéről szóló könyvben. Kisöpörte az országból a férfi paráznák maradékát, akik még megmaradtak apjának, Ászának az idejéből. Edomban akkor nem volt király, csak királyi helytartó. Jósáfát csináltatott Tarsis hajókat, hogy aranyért menjenek Ófírba. De nem tudtak elmenni, mert a hajók összetörtek Ecjongeberben. Akkor ezt mondta Ahaziá, Aháb fia Jósáfátnak. Hadd menjenek el szolgáim a te szolgáiddal a hajókon, de Jósáfát nem engedte meg. Azután Jósáfát pihenni tért őseihez, és eltemették ősei mellé, ősatjának, Dávidnak a városában. Utána a fia, Jórám lett a király. Ahaziá, Aháb fia, Jósáfátnak, Júda királyának a 17. évében lett Izrael királya Samáriában, és 2 évig uralkodott Izraelben. Azt tette, amit rossznak lát az Úr, mert apjának és anyjának az útján, meg Jeroboámnak, Nebát fiának az útján járt, aki vétekbe vitte Izraelt.
Baal tisztelte és őt imádta, ezzel bosszantva az urat, Izrael istenét, egészen úgy, ahogyan apja tette.